Második rész, a Gregoricsok. A tapintatlan Gregorics. Élt évekkel ezelőtt, tudnilik történetünk kezdete előtt, Beszterce bánya szabad király városában egy Gregorics Pál nevű ember, akit közönségesen tapintatlannak neveztek, pedig egész élete erre volt bezírozva, hogy másoknak tessék. Gregorics Pál mindig a népszerűség után futkozott, aki csinos, kacérleány, és mindenütt a kritikával találkozott, aki mérges arcú, vasvillaszemű boszorkány. Gregorics Pál az apja halála után született, mégpedig a temetési naptól számítva 9 hónapra. És már ezzel is bizonyos tapintatlanságot követett el a mamája iránt, aki különben igen tisztességes asszony volt. Ha néhány héttel hamarabb születik, sok kellemetlen petykának ejti kútba a magvát. De erről végre is nem tehetett semmit Gregorics Pál. Nagyobb baj volt a többi élő Gregoricsnak, hogy egyáltalán született, de az örökség most már több felé ment. A gyerek satnya volt, a többi Gregoricsok, a Gregorics Pál felnőtt fivérei egyre a halálát lesték, de Gregorics Pál nem halt meg, hiszen azért volt tapintatlan embernek predesztinálva, hanem fölnevelkedett, nagykorú lett, és átvette a vagyonát, amelynek nagy része időközben elhalt anyjától maradt. Ebben nem osztoztak az első feleségtől származó gyerekek, pedig ez volt a sok. Bár az apja után maradt örök rész sem mondható éppen jelentéktelennek, mert az öreg Gregorics jócskán gyűjtött a borkereskedésből. Akkoriban még könnyű volt etéren meggazdagodni azon a vidéken. Ma már az akkori borkereskedői kellékből sok hiányzik, hanem a galambvize az még megvan. Gregorics Pálnak szeplős arcot és veres hajat adott a természet, amivel az a megkülönböztetés jár az emberi szájakon, hogy veres ember egy se jó. No hát ma bebizonyítja Gregorics Pál, hogy ő jó lesz. A közmondások is csak öreg fazekak, amikben már egész nemzedékek főztek. Egyet ezekből a fazekakból Gregorics Pál is összetör. Olyan jó lesz, mint egy falat kenyér, olyan puha lesz, mint a vaj, mely egyformán engedi magát rákenni fehér és fekete kenyérre. Elhatározta lelkében, hogy nagyon jó lesz, hogy nagyon szeretetre méltó lesz, és egész életcélja abban állott, hogy szeressék az emberek. És ő jó is volt, lépte nyomon, de mit élt, ha valami gonosz dzsin, aki előtte járt, mindig úgy igazította fel az emberek eszét, hogy azok félszegen ítéljék meg cselekedeteit. Mikor hazajött Pestről, ahol a jogi tudományokat frekventálta, amint először megjelent a piacon, és bement egy trafikba finom havanna szivarokat vásárolni, mindjárt megindultak a besztercei nyelvek. A fickó 35 krajcáros szivarci, aha, hát így vagyunk, hiszen ez egy kolosszális tékozló, majd meglátjátok, hogy a szegények házába fog ez meghalni. Ó, szegény apja fölkenne a sírjából, ez látná, látná, hogy 35 krajcáros szivarci, uramisten, az öreg szállított krumpli leveleket kevert a dohánya közé, hogy több legyen, és kávé aljjal locsolgatta, hogy lassabban égjen. Gregorics Pálnak a fülébe jutott, hogy a drága szivarjai megbotránkoztató feltűnést keltettek a városba, mire rögtön áttért a rövid két krajcáros szivarokra. Az embereknek ez se tetszett. Ez a Gregorics Pali voltak éppen egy közönséges knikker. Nagyobb kutya lesz ez még az apjánál is. Fúj, de utálatos a fösvénység. Gregorics Pál igen megrestelte, hogy őt knikkernek tartják, és a legelső alkalommal, midőn egy jótékony célú bálon megjelent a tűzoltói testület báján, melynek Lady Patronesse a főispánné volt, és melyen a meghívók szerint felül fizetések elfogadtatnak, 20 forinttól váltotta meg a 2 forintos belépti jegyet, gondolván magában Gregorics Pál be fogja nektek bizonyítani, hogy ő nem knikkel. Hanem erre aztán össze is bújtak a legott a rendezők, és kimondták. Gregorics Pál egy pökhendi, tapintatlan ember. De valóban volt okuk a fölmedésre. Hallatlan szemtelenség az, hogy Gregorics rámel licitálni a főispánra, egy báró Radvánszkira. Radvánszki 10 forintot ad a jegyét, Gregorics odadob 20-at. Hát, hiszen ez valóságos inzultus, egy borkereskedő fia.
Milyen század ez, Istenem Uram? Egy bolha nagyobbat megköhenteni, mint egy oroszlán? Milyen század? Milyen csodálatos egy század? Akár mibe kezdett a világon, a szegény Gregoris Pál az mind ellene fordult. Ha összeveszett valakivel és nem engedte magát, azt mondták rá, hogy krakéler. Ha összevezett és ő engedett, azt mondták rá, hogy poltron. Eleinte, bár elvégezte a jogot, semmi foglalkozáshoz se nyúlt. Néha kikocsizott vadászni a birtokára, mely egy mérföldnyire feküdt a várostól. Ezt örökölte az anyja után. Máskor elrándult pár napra Bécsbe, ahol egy bérháza volt, szintén az anyja után. Abból állott az egész foglalkozása, ami valóságos megvetést idézett elő a munkás besztetszei társadalomban. Gregorics Pál, mondták, egy földterhe, egy szalmát nem tesz keresztbe egész heteken át. Minek él a világon az ilyen here? Gregorics Pálnak ez is a fülébe jutott, és belátta, hogy az embereknek igazuk van, az életét nem szabad áthenyélni, úgy van úgy, minden ember szolgálja meg azt a kenyeret, amit megeszik. Gregorics Pál ajánlkozott, hogy ő is szeretné szolgálni a várost, vagy a megyét az eszével. No, hiszen csak ez kellett Gregorics Pálnak. 100 nyelv öltődött ki legottan a terve ellen. Mit? Gregorics Pál valami akar lenni itt nálunk. Nem szégyelli magát? Más szegény ember szájából kivenni a kenyeret, amikor őneki kalácsa van? Ami kis hivatalok itt vannak, hagyja meg azokat olyanoknak, akik rászorulnak. Gregorics Pál belátta, hogy ez is igaz, és lemondott a hivatalnokoskodásról, a közügyekről. Mindikább visszavonult a férfi társaságoktól, és elhatározta, hogy megházasodik, és családot alapít. Hiszen elég tiszteletreméltó szép hivatás ez is. Kezdett járogatni egyes házakhoz, ahol csinos lányok voltak, és ahol őt, mint jó partit, szívesen is fogadták, de az intrikus féltestvérei, akik eddig remélték, hogy a vézna köhécselő emberke egyszer mégiscsak meghal, minden szövődő viszonyát elrontották hallatlan ravassággal és cselekkel, amikről érdemes volna egy külön beszéd írni. Úgyhogy Gregorics Pál annyi kosarat kapott egymás után, hogy elhíresült róluk az egész ország részben. Később talán akadtak volna leánykák, akiket már nagyon nyomott a párta, mert súlyos díszám ez is egy kis idő múltán. De ezeket már a szégyen tartotta vissza, hogy is ne hozzá menni hozzá a legényed, aki már annyi lánynak nem kellett. Ki akar a kosarak királyának királynője lenni? Na ne, ugyan senki sem. Szent András estén sok ólom megolvadt, sok ólom összekeményedett a garammenti udvarházakban, de bizony egyikből se bonyolódott ki a Gregorics Pál alakzata. Egy szó mint száz, ezeknek az ábrándos patfisoknak nem kell Gregorics Pál. Poéz is kell még ő nekik, és nem pénz. Lehet, hogy valami vénlány könnyebben nyúlna a gyűrűje után, hát azok fürgébbek, de a fiatal lányoktól nem egy ugrás a vénleányuk, az két ugrás, közből a menyecskék vannak, és a vénleányok az utolsó stáció. A bakfisok és a vénleányok két külön világ. Gregorics Pálról azt mondják a kis Karolinának, a bakfisnak, hogy vért köp. És erre a kis Karolin megijed, és a Gregorics Pál másodszori látogatásánál már csak szánalom van abban a kicsi, sebesen kopogó szívben, mely még tegnap a négy lovas intó láttára egészen más érzelmeket igyekezett oda bediskutálni. Szegény Gregorics Pál, vért köp a szegény Gregorics Pál, milyen szerencsétlenség, hiába rázza künn a szán elé fogott gyeplős ló a nyugtalan fejét. Ma már nem szól olyan hegykén a csengetyűje, hiszen Gregorics Pál vért köp. Ó, te kis bomba, Karolin, tudom, elhiszem neked, hogy csúnya satnyi ember ez a Gregorics Pál, de milyen gazdag. És végre is ő a saját vérét köpi, hát miközött neked hozzá? Hidd meg nekem, hogy Rozália, aki mindössze 10 évvel járt előtted a madámhoz, már nem volna olyan édes kis mamalasz, mint te. Rozália már filozófus, ha azt mondanák neki Gregorics Pálról, hogy vért köp, azt gondolná magába, hát valóban ő egy értékes ember, felkiáltana hangosan, ápolni fogom. És mélyen alul az agyfenekén, ahol azok a sugalmak vannak, amik még nem válhatnak szavakká, mert még nem is gondolatok, csak önző érzések lerakódott iszapja,
mélyen alul ott rejlenék a számítás, ha már is vértjöbb Gregorics Pál. Legalább hamar leszem véle készen. Ah, kis bakfisok, ti még nem ismeritek az életet. A hosszú szoknyát már rátok adta az édesmama, de az eszetek még rövid maradt. Ne haragodjatok rám, hogy ezt a szemetekre vetem, de kénytelen vagyok, hogy az olvasó előtt megindokoljam, miért nem kapott közületek feleséget Gregorics Pál. A dolog igen egyszerű. A kinyílt rózsa már nem tiszta. Mélyfürdött a kelyhében, bogárhárt már benne, de a feslőbimbók belsejében még egy porszem sincs a földiekből. Ezért kapott annyi kosarat Gregorics Pál a bakfisoktól. Kezdte is belátni apránként, mert mondom, igen jó ember volt, hogy csak ugyan nem neki való házasság. A bakfisoknak igazuk van, aki kifogásolják, hogy vértköp, a vér végre is valami egyébre való. Elhatározta, hogy nem házasodik meg, hát oda sem nézett többi a lányokra, csak a menyecskékre, azok körül kezdte csapni a levet. A szép vérbélű Vozári nénag Bécsből hozatta neki a bokrétákat. A délceg Muskéi Mátyás nének a kertjébe egy szép este 500 fülemülét eresztett el, amiket nagy fáradtsággal fogdostatott össze a való erdében. Egy nagyanyedi madárkereskedő liferálta, bámult a szép asszony, mikor a vánkosain hánykolódott azzal a habtestével, hogy miért énekelnek ma olyan szépen a madarak. A menyecskéknek udvarolni, az egy reális mérték. A bakfisok se ítélik meg helyesen a férfit, a vénlányok se. Mindeniknek ferde a nézőpontja, mindenik egy csalfa vesző paripán nyargal, hanem a menyecskék, akik a tudás fája alól nézik, akik se nem álmodnak már, se nem türelmetlenek többé, egészen higgadtan megmutatják, mennyit ér egy férfi. Az a helyes súly, amennyit a menyecskék előtt nyom valaki. Gregorics Pál, mit tudjuk, folytjuk a szerencsétlenségét, nem sokra vitte a menyecskéknél sem. Mindenütt az asszony adott ki rajta, nem a férj, pedig az ember egyenesen a férjekre utazik, hogy ők toporzékoljanak a legvégén. Nagyon, de nagyon unta már magát, nem tudta mihez kezdjen, amikor a szabadságharc kiütött. Ott se vették be, azt mondták, kicsiny is, vézna is. Nem állja ki a hadifáradtságot, csak a sereget csúfítaná. De ő minden áron tenni akart valamit. A toborzó őrnagy, aki jó ismerőse volt, azt a tanácsot adta. Egyszerűen nem bánom, ha már éppenséggel velünk akar működni, válaszol hát valami veszélytelen foglalkozást. A hadjárat sok irkafirkával jár, beosztjuk valami irodára. Gregorics Pál kevélyen, sértődve egyenesítette ki magát, mintha bagoly mímelné a pávát. Én a legveszélyesebb foglalkozást szándékozom kikeresni magamnak. Melyiket tartja annak az őrnagy úr? Kétségtelenül a kémszolgálatot. Hát akkor kém leszek. És Gregorics kém lett. Felöltözött amolyan peregrinus félének, amin őt elzúlott alakuk, akkoriban hát bőven mutattak, és egyik tábortól a másikhoz járt, hasznos szolgálatokat téve a magyar hadseregnek. Még ma is sokan emlegetik öreg katonák a vörös esernyős emberkét, aki vakverően tudott keresztül hatolni az ellenséges vonalakon, olyan bárgyú arcot vágva, mintha tízig se tudna számolni. Keskeny madárképe, felgyűrt nadrágja, ócska, borzas, beütött cilinderes, a vörös kampós nyelű esernyője a hóna alatt, feltűnővé tették, aki egyszer látta, nem könnyen felejtette el. Egyszer pedig mindenki látta, mert örökké járt, kelt, mint az Orbán lelke. Kevesen sejtették, hogy mi lehet a dolga, de Dembinski tudhatta, mert így nyilatkozott róla. A vörös esernyős emberke maga az ördög, de az ördögök jó családjából, a jó ördögök családjából. A lezajlott csaták után a síri csöndes időkben újra visszatért Besztercére, s valóságos embergyűlölő lett. Nagy ócska kőházából ki sem mozdult, nem gondolt többé se szereplésre, se házasságra. Azt történt vele is, ami az aglegényekkel rendesen beleszeretett a szakácsnéjába. Egyszerűsíteni a dolgokat, egyszerűsíteni és folyton egyszerűsíteni, ez a haladás is bölcsesség. Ez volt az ő teóriája is már. Egy asszony arra kell, hogy kiszolgálja az embert, egy pedig arra, hogy
szeresse az embert. Ez tehát összesen két asszony. De miért ne lehetne ez a két asszony egy személyben is? Libra Anna nagy tagba szakadt fehér személy volt, valahonnan Detváról, ahol a férfiak egyölnél kezdődnek, akár csak a hatalmas erdőik szálfái. Az arca elég takaros, de azon felül szépen szokott esténként dalolni, amikor az edényeket elmosogatta. Tutaj szalad a garamon, Jankó pipál a tutajon. Olyan lány behizelgő hangja volt, hogy az úr behívatta egyszer a szalonjába, leültette a bőrrel bevont puha székbe, soha életében nem ült még ilyenbe. Tetszik nekem az éneklésed, Anka. Csinos hangod van. Itt bent dalol, hogy jobban halljam. Anka rá is gyújtott egy melankólikus tóddalra, a besorozott legény levelére, aki elpanaszolja szeretőjének a viszontagságait. Tudod a rózsám, mi az én ágyam? Jéghideg kövön terített köpeny, ez az én ágyam. Így alszom én, de hogy eszem? Ételem lóbul, italom hóbul, tudod a rózsám, így élek én. Gregoris Pált elérzékenyítette a dollam, háromszor is felkiáltott. Milyen gégéd van, Libra Anna? Milyen csodálatos gégéd van? Aztán egyre közeledett ahhoz a csodálatos gégéhez. Elkezdte a kezével simogatni, mintha csak a gégének különös alkotása érdekelné. Mindez csendesen tűrte Anka, hanem amint aztán véletlenül vagy igazán lejjebb csúszott a Gregoris Pál csontos keze, egyszerre elvörösödött és zúrcással eltaszította. Ez nincsen benne bérben, tekintetes uram. Gregoris Pál is elvörösödött, és rekettes hangon mondán, ne okoskodj, Anka, elégy ostoba. De Anka okoskodott, felugrott, és az ajtónak tartott. Ne fuss hát, ki te szamál, hiszen nem eszlek meg. Anka rá se hallgatott, kiszaladt a konyhába, és becsukakozott. Hiába jött ki Gregoris Pál utána, hiába ismételte meg az ajtónál, hogy nem eszlek meg, bizony Isten nem eszlek meg, no megállj, Ancsura, megállj, csak majd megbánod. Ancsura másnap ki akart lépni a szolgálatból, de az úr kiengesztelte egy aranygyűrűvel, és egy ígérettel, hogy egy ujjal se nyúl többé hozzá. Nem eresztheti el, mert nem tudna hozzászokni a mások főztjéhez. Ancsának tetszett a dicséret, meg az aranygyűrű, és megmaradt. De aztán megtartsa az ígéretét a tekintetes úr, mert ha még egyszer egyeskedik, hát megrúgom. Bizaz, mitűrés tagadás, megint egyeskedett egy idő múltán. Ancsúra megint el akart menni, de Gregorics Pál megint kiengesztelte egy arancsatos kalárissal, piros korállokból, ami nőtt a radvánszki baroneszek viselnek a templomba. Már olyan szépen fogja magát kivenni izmos fehér nyaka körül. Olyan gyönyörű volt a kaláris, hogy Ancsúra ki se kötötte többé az incselkedések beszüntetését. Elég gazdag az úr, mit takarékoskodjék ő neki. Sőt, még aznap délután, mikor a kalárist megkapta, azt a diplomatikus kérdést intézte az öreg Szatócsnéhoz, özvegy Botár Károlynéhoz, aki egy kis boltot bérelt a Gregorics házban. Ugyan nemzetes asszonyka, fáj nagyon az ember füle, aki fúrját? A Szatócsné nevetett. Ó, te bolondos galagonya, csak tán nem akarsz fülbevalót viselni? Hely, Ancsa, Ancsa, de rossz betörőbe fejette, Ancsa? Ancsa megneheztelt, és nagymérgesen csapta be az ajtót, hogy egy negyed óráig rezgett, csiringelt a sengetyű. Hát persze, hogy fülbevalót akart. Miért is ne akart volna? Az ő fülét is csak az az Úristen teremtette, amelyik a selyemszoknyás fehér népekért, és napközben azt is megtudta, hogy a fülkifúrás egy bolha csípésnél alig ha fáj jobban. Igenis, fülbevalót akart, és most már ő volt rajta, ő türelmetlenkedett, hogy Gregorics Pál minél előbb okvetetlenkedjék, hiszen lehet az ilyet siettetni. Minden év a lánya kitalálja a módját, csinosan, takarosan öltözködött lángszínű sejempántlikát font a kendelszöszke varkocsába, felhúzta a patyolatingó állát, olyan finomat, mint a légyvesztő papíros, eldobta a kapcsos pruszlikot, mely az idomokat összehúzza, eltakarja, hanem úgy pőrén járt, kelt, férfi szemeknek veszélyesen, hogy azok még a mellpihegését is megláthassák. Gregorics elég furfangos és ravasz lehetett kémnek, az egész orosz és osztrák ármádiával szemben is, de egy lány, ha csak együgyű detvai lány is, még százszor ravaszabb Gregoricsnál.
A jövő vasárnap már aranyfülbe valókkal jelent meg a templomban, ahol a legények és leányok, akik granatérosnak nevezték egymás közt, nyomban összesúgtak nevetgélve. A granatéros megbotlott valakibe. S valóban néhány hét múlva már az egész város pegykázta a szörnyű eseményt, hogy a Gregorics Pálnak viszonya van vele. Nolám, a vénkecske ház is ott nyal. Apró, pikás szénákat tudtak elbeszélni, amikben sok burlesz komikum is volt. Gregorics Pál testvérei kiszínezve kürtölték mindezt a városban. Egy Gregorics és egy szolgáló, szörnyűség. Ilyesmit ám nem is történt soha a világon. Az idegenek vállat vontak, dehogy nem történt. És csitítgatták a rokonokat. Semmi az, szinte természetes, hiszen sose volt egy korrekt dolga se Gregorics Pálnak, se nektek. De nektek is jobb így, legalább nem házasodik meg, és a nagy vagyon rátok marad. Hát mi volt igaz belőle, mi nem? Biztosan megállapítani nem lehet, de az tény, hogy a hírek szép lassan elaludtak, csak évek múlva élettek fel ismét, amikor azok, akik a komoly Gregorics házok behatoltak, egy piciny fiú gyermeket láttak játszadozni a gyepes udvaron, egy ott legelésző báránykával. Ki ez a fiú? Mit keres ez itt? Hogy került a Gregorics udvarba? Néha maga Gregorics is játszott vele, aki a bezárt kapu kuszlukán benézett, az láthatta, hogy a különc Gregorics hasán vörös öv van, s abból két spárgaszár ágazik ki gyeplőnek, amit a kis fickó megfog, egy ostorkát tartva a másik kezébe. Gyiteráró! És a fényszamár poroszkált neki a hámban, aprózta, ficánkolt, meg futni kezdett, néha-néha még el is nyerítette magát. Azóta még elvonultabb lett, csak ritkán lehetett őt látni, végig csámpáskodni a piacon, mert mind a két lába bal láb volt, amint egy gúnyolódó így megjegyezte. Kopott különös ruházatában, melyhez kém korából hozzászokott, a vörös esernyővel a hóna alatt, mely télen-nyáron esőben száraz időben mindig vele volt, s amelyet soha nem tett le az előszobában, ha látogatást tett valahol, hanem magával vitte és a kezébe tartotta folyamatosan. Tegye le a bácsi az ernyőjét! Nem, nem, ellenkezett ő. Megszoktam, úgy megszoktam, hogy a kezembe kell lennie, anélkül nem érzem jól magam. Becsületemre mondom. Sok szó volt arról, hogy miért ragaszkodott úgy az esernyőjéhez. Megfoghatatlan az. Hát ha erekje. Valaki mesélte, gondolom a telekönyvi iktató, Pazár István, aki honvéd volt, hogy ebben az ócska esernyőben hordozgatta volna Gregorics Pál a fontos sürgőnyöket és jegyzékeket annak idején, mert az esernyő nyele üres volt egy helyen. Hát bizony, igaz is lehet. A többi Gregoricsnak, akik az örökséget várták, szemet szúrt a gyanús kisfiú a Gregorics ház udvarán, addig-addig fülkézték, amíg megtalálták a Privoreci katolikus anyakönyvbe. Privorecen volt a Gregorics Pál falusi birtoka. Vibra György törvénytelen. Igen, így volt bejegyezve. Anyja Vibra Anna, csinos kis fattyú, csupa tűz, csupa élet. Bele lehetett abba szeretni. Idegen embernek is. Gyanús jelenségek. A kis Vibra Gyuri szépen növekedett, erőteljes, hatalmas fickó lett belőle, olyan melkasa, mint a dob. Gregorics Pál nem győzte mondogatni. Hol vette ezt a melkast? Az ördögbe. Hol vette? Neki a szűk mellűnek a melkas imponált a legjobban. Gyuri egyéb tehetségei alig érdekelték, pedig ugyancsak talentumos fiú volt. Az öreg nyugalmazott professzor Kupecki Márton, aki naponként órákat adott neki az elemi tanulmányokban, lelkesedéssel beszélt Gregoricsnak. Nagy tehetség, higgye meg, Gregorics úr! Nagy ember lesz belőle, Gregorics úr! Mibe fogad velem, Gregorics úr? Gregorics boldog volt ilyenkor, nagyon szerethette a fiút, bár nem mutatta. Gregorics mosolygott ilyenkor, és így szólt. Hát egy szivarba fogadok, és úgy veszem, mintha már elvesztettem volna. A legfinomabb szivarréből kínálta meg az öreg professzort, aki igen szeretett fogadni és fecsegni. Nekem még nem volt ilyen zseniális tanítványom, higgye meg, Gregorics úr, csupa középszerű kőkökkel vesződöm egész életemben. Ezekre vesztegetem a tudományomat, elég szomorú érzés, higgye meg, Gregorics úr,
nagy szomorúságát egy csipetnyi gurnóttal enyhítette. Úgy vagyok velük, Gregorics úr, mint az állami pénzverő. Hallotta meg, Gregorics úr? Mit, hogy még nem hallotta? Hát egy nagy darab arany veszett el a minap a pénzverőben. Keresik, nem találják. Nos, a nagy vizsgálat kerekedik, és kisű, hogy a nagy darab aranyot vigyázatlanságból belevegyítették a részkalcárokba. Na hát ez az, hiszen ért engem, Gregorics úr. Az én szellememet néhány generáción át csupa tökfilkóba töltögettem. De amikre most már a vége felé akadok egy igazi talentumra, hiszen ért engem, Gregorics úr. Gregorics párt nem kellett sarkantyúzni, ő már magától is némi túlzott hajlamokat táplált a vibra gyerek iránt, és közel jártak a valósághoz azok, akik talán csak a többi Gregoricsok szepegtetése céljából egyre jósolgatták, az lesz a vége, hogy elveszi Vibra Annát, és adoptálja a fiúcskát. Maga Kupecki is azt beszélte. Az lesz a vége, na ki fogad velem, hogy az lesz? Az is lett volna, Gregorics Pál maga is erre gondolt, az lett volna, valljuk meg, a korrekt eljárás is, de Gregorics sokkal jobban szerette a kis Gyurit, hogy sem korrekt lett volna lenni. Az események logikus folytatása elé két különös körülmény vágódott. Az egyik az, hogy Vibra Anna leesett egyszer a létráról, és kitörte a lábát, úgyhogy egész életére sánta lett, és kinek kellene egy sánta szolgáló. A másik körülmény még jobban facsarintotta el a külön szívét. A kis Gyuri megbetegedett, egy ízben elkékült, görcsei voltak, a hideg rázta, azt hitték meghal. Gregorics félredobott minden álszemérmet, oda borult a gyerek ágyacskájára, zokogva csókolta arcát, szemeit, hidegülő kezét, és először szólította a szíve hangján. Mi bajod van? Mit fáj, édes fiam? Nem tudom, bácsika, nyöszörögte a gyerek, valami csodálatos volt a percben. Égnek merett gyérvörös hajával az öreg Gregorics látta a gyerek kínját, halálos szenvedését, és az ő vézna teste is érezte a kínokat, tagjai rángatózni kezdtek, a szíve összetört, és a titka kiesett belőle. Megragadta a doktor kezét. Az én fiam ő, hallja? Az én fiam! Egy szakajtó aranyat adok, ha megmenti. Az orvos meg is mentette, meg is kapta a szakajtó aranyat, amint azt Gregorics a veszély perceiben megígérte. Igaz, hogy a szakajtót nem a doktor választotta, hanem Gregorics fonatta külön a zólyomi tótokkal. A fiút meggyógyította a doktor, de Gregoricsot beteggé tette. Gregorics lelkébe nagy gyanút öntött, mert a fiú betegségénél mérkezési tüneteket állapított meg. Na hiszen éppen ez kellett Gregoricsnak, hogy örökké töprengjen, tépelődjék. Hogyan történhetett ez? Nem ettél szívecském valami általános gombát? Nem ettem, apa bácsika. Ez volt az új cím. Az apát fölvette, de a régi, a bácsikát, azt el nem hagyta. Hát akkor mi tehetett? Az anyja is váltig találgatta. Talán ez, talán az. Meg lehet az ecet volt megromolva az ételbe. Mit is főztünk csak azon a napon? De az se lehetetlen, hogy a részedény volt tisztátalan. Gregorics keserűen rázta a fejét, ne beszélj bolondokat, Ancsura. Gregorics más gondolt, nem közölte gyanúját, de ott volt a legtitkosabb gondolatai között, furkálta, emésztette álmát, étvágyát rontotta. Gregorics a testvéreire gondolt, azoknak a keze ez, az örökségéért kinyújtott kéz ez. Most már örökre vége volt a terveinek. Adoptálni a fiút, megadni neki a nevet és a vagyont, nem, az életébe kerülhetne, megölnék, ha az útjukba állítaná. Tehát nem állítom az útjukba. Reszketett a gyerekét, de nem merte szeretni többé. Megállapított egy új rendszert, a védelem taktikáját, és az kegyetlen és bolond taktika volt. Ráparancsolta fölébredt fiúra, hogy szólítsa őt ezentúl tekintetes úrnak, és ne szeresse többé. Az csak aféle tréfa volt, mondá, hogy apádra játszottam magamat, megértetted-e? A fiúcska szemeiből kibudjantak erre a szóra a könnyek. Az öreg Gregorics reszketett, lehajolt, lecsókolta a könnyeit, és a hangja végtelenül szomorú volt. El nem mond senkinek, hogy megcsókoltalak, mert nagy veszedelem érne, ha megtudnák. Valóságos óvatossági hóbotba esett. Kupeckit odavette a házhoz,
az annak éjjel-nappal ügyelnie kellett a fiúra, és minden ételt előbb megkóstolni. Ha a fiú kiment a zárt kapujú házból, előbb levetkőztették otthon a bársonyzekét meg a csinos lakcipőket, lehúzták róla, hadd szaladgáljon odakünk mezítláb rongyosan. Külön ócska, piszkos ruhát szereztek be erre. Hadd kérdezgessék a városba, hogy ki ez a kis csirkefogó. S hadd felelgessék már, aki tudja, a Gregori szakácsnéjáé. Sőt, hogy teljesen elaltassa a rokonokat, a Mari testvére, férjezett Panyókiné egyik fiacskáját felkarolta, hogy ő fogja iskoláztatni, el is vitte Bécsbe, a Teréziánumba, tartotta úri fénnyel hercegek, grófok gyermekei között, a többi unokaöcsöknek is egyre küldözgette az ajándékokat, úgyhogy a Gregoricsok, akik soha nem szerették a pálöcsüket, kezdtek vele apránként kibékülni. Nem rossz ember, mondogatták, csak nagy szamár. Magát a kis Gyurit, amikor megjött a latin iskolák sora, elküldték messze első országrészekbe, Szegedre, Kolozsvárra, ahol a rokonok ármánya el nem érhet. Ilyenkor Kupecki is eltűnt a városból, nagy titokban. Pedig bizony, ki mehetne akár dobszóval a kutya se kérdezni, hogy hova megy. Kétségkívül volt valami túlzás egy roppant elővigyázatban, de hisz éppen a túlzások képezték a Gregorics Pál alapjellemét. Örökké a határmesdjén járt, ha valami bátor dologra adta magát, az merészebb volt akkor az öltöknél, s ha megszállotta a félelem, ezer rémet látott elősuhogni minden szögletből. A szeretete is túlzott volt a Gyuri iránt, a félelme is túlzott volt a Gyuri miatt. De hát erről ő nem tehetett. Míg a fiú szépen fejlődött és kitűnő sikerrel végzett osztályt osztály után, az alatt a vörös esernyős emberke kezdte a fekvőségeit eladogatni. Azt beszélte, hogy egy nagy birtokot vett Csehországba. Ennek a vételárához el kellett adni a bécsi bérházat. Nem sokára azután valami cukorgyárat épített a cseh birtokán, mire vevőt kellett keresni a Prihoraci jószágára. Akadt is rá mindjárt egy gazdag kassai kereskedő. Volt mindenben valami rejtélyes, titokzatos, hogy a kis vörös emberke most öreg korára ilyen nagy vállalkozásokból ereszkedik. Egy szép napon a Besztercei házát is átiratta Vibra Annára. És a kis emberke olyan víg volt, olyan fürge, megelégedett volt, mint azelőtt soha. Újra járt a társaságokba, érdeklődött, fecsegett, kellemeztette magát, felváltva ebédelgetett a testvéreinél, célzásokat ejtve el itt is, ott is, hiszen nem viszem el a hátamon a más világra, amin van. Újra látogatni kezdte az asszonyokat, akiknek hasztalanul udvarult fiatalkorában, azon felül gyakran utazott el kopott esernyőjével a hóna alatt, amelyet soha nem hagyott el hetekre, hónapokra. A városban már nem igen törődtek ezzel, bizonyosan a cseh birtokaira ment az öreg, mondogatták. Ezekről a cseh birtokokról keveset beszélt, pedig kivált a testvérek sok érdeklődést mutattak. Egyik másik ajánlkozott is, hogy szeretné egyszer elkísérni, mert még nem látta Csehországot, stb. De Pál úr mindig ki tudott siklani a kérdések alól, és egyáltalán nem látszott sokat foglalkozni elméjében ezzel a birtokával. Amit annál is inkább megtehetett, mert nem volt ő neki egyéb cseföldje, csak amennyit a körme alatt hordozott egyszer Kárcbádból, ahol a vesélyt gyógyítgatta. Az egész csehországi birtok a rokonok számára volt kigondolva. Gregorics Pál egyszerűen pénzé fordította mindenét, hogy egy bankba törse és odaadhassa a fiának. Egy bankutalvány lesz az öröksége. Egy darabka papíros, amit senki se lát, amit a mellény zsebébe tehet, és mégis gazdag ember lesz belőle. Szépen okosan volt ez kigondolva. Nem is a cseh birtokaira utazott tehát, hanem azokba a városokba, ahol Gyuri tanulgatott az ő öreg mentorával. Ezek voltak az ő boldog hetei, az egyedüli verőfény életében, amikor szabadon szerethette a gyereket, akiből csinos, sudár termetű diák lett, első eminens az osztályban, s jellemre, magaviseletre is kiváló a társak között. Az öreg hetekig ott maradt egyhuzamba, Mátyás városába, ahogy Szegedet nevezik, s kigyönyörködte magát a Vibra Gyuriban. Gyakorta lehetett őt látni sétálgatva a Tiszaparton, s amint Kupeckivel meg Gyurival tótul beszélgetének, minden élő lélek megfordult a csodálatos hangok hallatára, hogy miféle szerzett a babiloni torony, melyik megkompolyodott nyelvű építő munkásának a származékai. Gregorics
Ilyenkor csak a fiúnak élt. Az utolsó lecke óra után ott várta az iskola kapujában, és a fiú szeretettel futott feléje, pedig a gonosz nebulók, akiről azt hinné az ember, hogy az eszük a pige játékon és a labdán kívül nem vett más világi dolgokra, eleget csúfolódtak vele a vörös emberke miatt. Azt beszélték, hogy az maga a pakolbeli sátán. Ő készíti Vibra Gyuri penzumait, ő önti a fejébe egy varázsmondattal a feladott leckét. Könnyű így első eminensnek lenni. Volt olyan gézengúz is, aki mennyire földre esküdözött, hogy a rejtélyes öregnek lólába van, ha a csizmáját leveti. A rongyos vörös esernyőnek is, amelyet mindig magával hordott, valami varázslatos tulajdonságát képzelték, olyan formát, mint az Aladdin lámpái lehetett. Parocsányi Pista, aki a legjobb verselő volt a klasszisban, egy disztihont is írt a vörös esernyőre, mert gyakran szavaltak az első eminens posszantására az irigyei. De meg is kapta érte Parocsányi a honoráriumot Vibra Gyuritól, olyan nyakleves, hogy orrán száján vérbudjan ki. A Gyuri fiút ezentúl bosszantani kezdte a rongyos vörös esernyő is, amely nevetségesé tette osztálytársai előtt az apa bácsit, és egy nap maga is előhozta Gregoricsnak. Bizony vehetne már apa bácsi egy új esernyőt. Az öreg furfangosan mosolygott. Micsoda? Talán nem tetszik neked az esernyőm, te mizimázi! Ki nevetik érte az apa bácsit, higgye meg, a diákok már versezetet is írtak rá. Mondd meg, kis cselédem, a diákoknak, hogy nem mind arany, ami fénylik. Ezt pedig ők is tudják, de tedd még hozzá, hogy némelyikor arany lehet az is, ami nem fénylik. Majd egyszer megértette ezt, majd ha nagy leszesz. Elgondolkodott egy darabig, szórakozottan piszkálta a csillámló fövenyt az esernyő nyelével, és aztán hozzátette. Ha majd tiéd lesz egyszer ez az ernyő. Gyuri egy kedveskedő grimaszt csinált a mozgékony ajkaszögletivel is arcával. Köszönöm szépen, apa bácsika, már látom, hogy a névnapomra szánta, de csak nem a megígért póniló helyett. És csintalanul kacagott, mire az öreg is nevetni kezdett, megelégedetten simogatva 4-5 szőrből álló bajuszát. Volt az ő nevetésében valami ravaszkás, jelentőségteljes, mintha befelé a saját lelkének nevetne. Nem, a pónit megkapod, de biztosítalak, hogy egyszer majd hozzád kerül az esernyő, és jó lesz a felhők meg az esők ellen. Milyen makacság, gondolta Gyuri. Ezek az öreg urak úgy ragaszkodnak a megszokott tárgyaikhoz, és hogy túlbecsülik őket. A Havrenák professzor is 40 éve faragja a tollat egy és ugyanazon Peneciussal, csak a nyelet és a pengét változtatta azóta néhány ízbe, hanem egy epizód a Gyuri fejébe is szeget ütött, és végképp abba hagyta a kísérleteket az esernyő ellen. Egy nap a Sárgára csónakáztak, a Sárga egy piciny sziget, mely a Maros és Tisza összefolyásánál képződik, és ahol a fölséges halpaprikást, az igen, azt főzik a szegedi öreg halászok. Az ifjabbja már nem tud deákul, pedig ez az egyetlen étel, aminek a főzéséhez szükséges a deák nyelv. Már természetesen a kecsegén, harcsán, paprikán és a Tisza vizen kívül. Így vagy ezt eljegyezve, Márton híres szakácskönyvében, és voltaképpen oda céloz, hogy asszony halpaprikást nem tud főzni, vagy pedig nem lehetetlen, hogy a szegedi halászok régi hármas regulájára vonatkozik, melyet a halpaprikások főzésénél idő kezdete óta szem előtt tartottak. Habet szaporem, koloremet odorem. Vagyis megvan az íze, színe és illatja. Hát mondom, a Sárgára, mármint a szigetre indultak ki, Kupecki, Gregorics és Gyuri. Amint már a parthoz ért volna a lélekvesztőjük, valami bolynak nekiment és félrebillent. Az éppen felállni akaró Gregorics megtántorodott, elveszti egyensúlyát, elesett a csónakba, és ilyettébe kiejtette az esernyőjét, úgyhogy az egyenesen a vízbe pottyant, és az ár szép csendesen vinni kezdé. Gregorics felkiáltott, jaj, az esernyőm! Arcán síri sápadság ömlött el, szemeiből a rémület beszélt, a két evezős mosolygott, az öreg ördög Márton figymálva jegyzé meg, áttolva a pipát a másik agyarára, nem nagy kár érte, nemzetes uram, nem volt az már való, csak a búzaembernek a kezébe. A búzaember a rongyokból öltöztetett báb, aki a verebek elijesztésére van hivatva a búzák között, vagyis a madár ijesztőt.
100 forint annak, aki visszahozza! Hörögte kétségbe esettem. Az evezősök összenéztek, a fiatalabbik, a Bölcsök Jancsi, kezdte a csizmáját lehúzni. Igazán nem tréfál az úr. Itt a 100 forint! Szólt lelkendezve Gregoris, kihúzva a fekete bőrtárcájából a 100-as bankjegyet. Bölcsök Jancsi, a szegedi szuperek egyik csinos példánya, Kupecki felé fordult. Nem bolond ez az úr? Kérdezte a maga lassú tempójába, mielőtt az esernyő csendesen ringott a víz felületén, és ment egyre tovább a lusta magyar Nílus bordás hátán. Nem, felelte Kupecki, kit szintén csodálkozásba ejtett a Gregoris különös ragaszkodása az esernyőhöz. Nem éri meg, domine spectabilis, becsületemre mondom, nagy bolondság, hamar! Lépte Gregoris. Most még csak egy-két helyet álmod Bölcsök Jancsinak, hogy nem hamis az a bankó, nemzetes uram. Nem, csak hamar! Bölcsök Jancsi már ekkora lehúzta a csizmáját, levetően a mándét, egy szempillantás alatt beugrott a vízbe, mint egy fürge békas, elkezdett az esernyő után úszni. Ördög Marci nem győzte utána kiabálni. Nagy szemába, Jankó, mit csinálsz? Jankó, szállj ki, Jankó, ne kínozd magadok nélkül! A megijedt Gregoris hozzáugrott, magán kívül megragadta egyik kezével a nyakra valóját, és folytogatni kezdte. Ne kiabáljon, mert megölöm! Mindjárt megölöm! Tönkre akar tenni! Ördög Marci nagy flegmával vette mindezeket. No hát, mi legyen az, csak nem akar az úr megfojtani, ereszte el a kendőmet. Adja hát a legényt az esernyő után úszni. De mikor arra való a tyúk, hogy oktassa a csirkét, mentegetőzött Ördög Marci. A víznek itt a sebje olyan nagy, hogy utol nem éri az ernyőt, de minek is, mert előjön az magától egy fél óra múlva a sárga túlsó partján a szigeten, mint hogy karikára fordul meg a víz a sziget körül. Egy fél óra alatt kiterítik a halászok túl a nagy ólmos hálót, és az úrnak az esernyője beleszalad egészen bizonyosan, még akkor is, ha valami nagy hal elnyeli addig. Legfeljebb kiveszük a hasából. Úgy is lett, hogy a vén halász mondta. Az esernyő belekerült a hálóba, és nagy volt az öröme Gregorisnak, amikor újra kezébe tarthatta kedvenc jószágát. Egész jó szívvel fizette ki a 100 forintot Bölcsök Jánosnak, habár csak ugyan utol nem érte, sőt, még a tetejébe meg is ajándékozta gazdagon a halászokat is, akik telekültölték másnap a várost a különös történettel, hogy egy bolond vénember 100 forintot adott az esernyő kihúzásáért. Ilyen kövér harcsa se volt még a Tiszába réges-régen. Találgatták szerte az irigy fisérek, meg a piaci kofák, hogy mi lehetett. Tán aranybú volt az esernyő nyele, volt az ördögöt, fa volt a nyele, talán a vászna lehetett nagyon finom, ostobaság, van is 100 forintot érő vászon a világon, piros kanavász volt, az is rongyos, foltos, na hát akkor nem is úgy volt az, pedig bizaz úgy volt. Maga Kupecki is megszólta érte Gregoricsot, a Gyuri előtt nagy bizalmasan fogadni mernék rá, hogy az öregnek a kobakjába eltört valami szróf. Szeszélyes ember, de jó ember, mentegette Gyuri. Ki tudja, milyen emlékek kötődnek az esernyőjéhez. Gregorics Pál halála és hagyatéka. Az eset egyéb iránt csak később évek múlva nyert jelentőségében, mikor már senki se emlékezett rá, mikor már Gyuri is elfelejtette, Kupeckinek pedig éppenséggel nem juthatott többé eszébe, mert az öreg mentort arra a villámként lecsapott hírre, amit a sürgöny hozott egy napon Beszterce bányáról, hogy Gregoris Pál meghalt, egyszerre kivelte a hideg, maga is ágyba feküdt, és így szólt zokogó tanítványához. Meghalok, Gyuri, érzem, hogy meghalok. Gregoris tartotta bennem a lelket, azaz én tartottam a lelket az ő kedvéért, de mostan kieveztem. Régen van, nem tudom, mi lesz belőled, szegény fiú, gondoskodott-e rólad, Gregorics, de én rólam nem gondoskodott. Hiába minden, érzem, hogy meghalok, fogadni mernék. És megnyerte volna a fogadást, mert az öregre csak ugyan olyan leverőleg hatott a Gregoris halála és a későbbi hírek, hogy soha többé fel nem kelt az ágyából. A temetésre hazautazott Gyurit egy hét múlva értesíti a gazdaasszonya, hogy a mentor is meghalt, küldjenek temetési költséget. De mi volt a Kupecki halál a Gregoricséhoz képest?
A vén Moira csak ugyan nem volt többé szükség. Jól tette, hogy elment, nem igen vette azt most észre senki. Szépen, szerényen vonult el a más világra, ahogy illik, míg ért se zavart sok vizet, itt volt, elment, punktum. Hanem Gregorics Pál ezt a dolgot is cifrán csinálta. Éppen zöld csütörtökön történt, hogy az öreg úgy déltájban gyomor görcsökről kezdett panaszkodni. Lefeküdt, melegített zabzacskókat kért a gyomrára, Ancsúra behozta a zabot és megigazította a vánkosait. Gyomor görcsei csillapodtak egy kisé, de a rettenetes bágyadság az nem múlt el. Egészen estig aludt. Este felnyitotta a szemeit és így szólt. Add ide, Ancsúra, az esernyőmet, tedd ide a fejem alá. Égyni, most már jobban érzem magamat. Egy picint elaludt ismét, de csak hamar feljött eltorzult arccal. Borzasztó álmom volt, Ancsúra, azt álmodtam, hogy ló lettem, és elvittek a vásárra. Eljöttek a bátyáim, az unokaöcséim, és alkuttak rám. Én pedig szepegtem, hogy melyik vesz meg. A Boldizsár bátyám felnyitotta a számat, megnézte a fogaimat, és így szólt, nem belül ez már semmire, csak a bőre ér 5 forintot. Amint így alkudoztak felettem, oda jön egy kaszás ember, megveregeti a lapockámat, el még most is fáj tőle az oldalam. Érzem, Ancsúra, itt veregetett meg. Enyém a ló, mondá, én megveszem. Ránéztem a kaszás emberre, hát a halál volt. De a kötőféket nem adom, ellenkezett a gazdám. Úgy se baj, hagyta rá a kaszás ember. Majd hozok én mindjárt egy kötőféket a szomszédboltból, várjon rám, mindjárt jövök. Erre felébredtem, Ancsúra. Borzasztó ez. A rőt hajszálai az égnek álltak, s a halántékán halálos verelték gyöngyözött. Ancsúra egy kendővel törőgette. Ostobaság, higgye meg, hogy ostobaság, az állam nem az égből jön, hanem a gyomorból. Nem, nem, nyugdíjcselt a beteg. Érzem, hogy végem van, érzem, csak annyi időm van, Ancsúra, míg az a kötőféket elhozza. Ne vigasztalj engem, nem szeretem az üres fecsegéseket. Egyhamar a tintát, papírost, egy sürgőn teszek fel a fiúnak, Gyurinak, hogy rögtön jöjjön haza. A gyereket még bevárom. Igen, bevárom. Odatoltak neki egy asztalt, gyorsan, erőteljesen leírt egy papírlapra. Jöjj gyorsan haza, apa bácsi haldoklik, valamit át akar neked adni anyád. Azonnal vigye az inas a sürgőnt. Nyugtalan volt, míg az inas haza nem jött, háromszor is kikérdezte, jöjjön hazajött, de rossz hírrel, a távérő hivatal már be volt csukva, nem lehetett a sürgőnt feladni. Na, semmi az, majd feladjuk reggel. Az úr úgyis se képzelődik, nem lesz semmi baj, hanem annyira ideges, hogy nem szabad felbosszantani, mondja csak odabant, hogy a sürgőny elment. És a hazugság megnyugtatta, egészen megkönnyebbült. Kiszámította magának, hogy mikor jöhet meg a fiú. Holnap után délre bizonyosan itt lesz. Csendesen aludt át az éjjel, reggelre fölkelt, nagyon sápat volt, nagyon gyenge, de feljárt. Tetvet rakosgatott a fiókjában régi emlékei között. Ancsúra azt gondolta magában, fölösleges a sürgőnt elküldelem, nem lesz semmi baja, de most is jobban van, egy pár nap alatt helyre jön. Egész nap csetlet botlott, délután bezárkózott írószobájába, megivott egy üveg tokai aszút, és folytonosan írt. Ancsúra egyetlen egyszer kéreckedett be hozzá, megtudni nincs-e valamire szüksége? Nincs. Nem fáj-e valamilyen? Az oldalon fáj, az a heula. Kaszás ember megveregetett álmomba, oda benn fáj valami. Nagyon fáj. Nagyon. Ne küldjek orvosért? Ne! Összefelé elhívatta a közjegyzőt, Sztolárik János urat. Nagyon víg volt, mikor a közjegyző jött, még nevetett is leültette, és még egy üveg tokait is hozatott. A februári termésből Ancsúra. Ez még az apjától maradt rá, a híres borkereskedőtől, abból az időkből való bor volt, amikor 2-szer születeltek Tokajban, egyszer februárban, egyszer meg októberben, csak a királyok isznak olyat. A februári termés az előbbi évben korán beállott év miatt kint volt a tőkén, egész tavaszig. Képzelhető, hogy a megtepet szőlőnek micsoda sajátságos, finom és erős levelet. A megboldogult Gregorics lében szerette, ennek nevezte ezt az italt, váltig mondogatván. Ha az öngyilkos 2 kupicányit iszik meg belőle az aktus előtt, ha nőtlen nász nagyot fut keresni, ha nős, prókátort. Vagy nősülni, vagy várni akar, de meghalni nem.
Kocintottak az erős eszenciával, Gregorics a nyelvével csettentett, pokoli jó. Ebből ivottak el Esztepán a születésem napján. Ez volt a kezdet. Hát most én is ezzel szegem be a véget. Aztán újra kocintottak. A közjegyzőnek is ízlett a bor, Gregorics úr egy lepecsételt iratnyalábot húzott ki a zsebéből. Ebben van a végrendeletem, Stolarik úr, azért hivattam, hogy átadjam megőrzés véget. Kezeit dörzsölt és nevetett. Lesz benne cifra dolog is? Korán van ez még, jegyzi meg Stolarik úr, átvéve az iratot. Minek siet úgy? Azt én már jobban tudom, mint ön, Stolarik úr, de igyék meg még egy kubicával, igyék még. Adjuk a halált. Az most a kötőfékre elkuszik valahol. Érdekesebb az, Stolarik úr, hogy miképpen jutott az én apám ez a borhoz. Az igen színos dolog volt. Kíváncsi vagyok rá, Gregorics úr. Ja, az én apám nagy sejma volt. Futfangba dolgozott. Ahol az egyenes út nem használt bizony. Valamit én is örököltem ebből a furfangból, de nem az igazi. Ami egyéb iránt, úgyis mindegy már. Egy nábóbb lakott Zemplénben egy nagyon gazdag gróf, aki amellett nagy szamár volt. Azaz, hogy csak jó szívű ember volt, szívesen okozott másoknak örömet. De hiszen éppen azért volt nagy szamár. Az apám borokat szokott vásárolni tőle, és ha jó vásárt csináltak, mindig megkínálta ebből a nektárból egy liliputi pohárkával. Mint szenvedés borkereskedő természetes, hogy egyre molesztálta a grófot, adja rá belőle, vagy két akót, de az hallani se akart róla. Ferenc császárnak sincs annyi pénze, hogy azt megvehesse. Hát egyszer, amit éppen ilyen áldomást innának, a Lebensretterből csak elkezd az én megboldogultam sopánkodni. Ó, de feleségesnő, ó, jelenek jószág, ha szegény beteg felesége ebből ihatna naponként, ha csak egy gyűszönyivel, vagy két hétig tudom helyre jönne. Mire elérzékenyült a nemes gróf is, legott hívatta a pincemesterét megparancsolván, töltesse meg a Gregorics úr kulacsát a Lebensretter hordóból. Rá néhány napra vendége jöttek a grófnak, csinos úridámák, meg akart őket kínálni a kontyalá való tündéritalból, jelenti azonban a pincemester, nincs már ebből egy csöp se. Hát hova tette? Riadt fel a gróf csodálkozva. Mind belement a Gregorics kulacsába, még elég se volt. Az öregem ugyanis egy háromakós kulacsot csináltatott itthon a Pivák kádárnál. Az öreg Pivák még ma is él és emlékszik rá. Azt vitte külön béres szekéren Zemplénbe, hogy ezen az úton jusson a borhoz. Ha nem igaz-e, akkor is nagyon jó. Na vigyék még az útra, Stolarik úr kupicával. Amint a közjegyző elment, behívta a macskóinast. Eledjen rögtön a kolompárhoz, és védj meg nála egy istöt. Aztán keres nekem akármilyen pénzét két kőműves, de el nem mond senkinek, senkinek a világon nyibe jársz. Hely pedig éppen ez volt a Magykó gyenge oldala, csak legalább meg ne tiltották volna, akkor még talán lehetséges volna hallgatni. Gyorsan jár, gyorsan végez, itt legyen az egyik lábad. Gyertyegyújtás előtt ott voltak a kőművesek is, az üst is. Gregorics pár beírta a két mesterembert a legbelsőbb szobába, és gondosan becsukta az ajtókat. Tudnak-e kentek hallgatni? A könyvesek összenéztek, gondolkodtak, mivel felelt az idősebbik, hát hallgatni csak azt tud, ugye? Szóval tud az ember, hiszen mindjárt azon kezdi, mikor a világra kerül. Addig nem is nehéz, amíg beszélni meg nem tanul. Aztán később is meg lehet vele próbálkozni, mondta a fiatalabb könyves. Hát, ha érdemes. Hát érdemes. 50-50 forintot kapnak, ha ma éjjel olyan nyílást építenek a közfalba, amiben egy üst elfér, és ezt úgy elcsinálják, hogy nem lehet ráismerni. Csak ennyi. Csak is ennyi. Azon túl minden esztendőben 50 forint jár ki a ház gazdájától, amíg hallgatnak a dolog felől. A könyvesek újra összenéztek, és azt felelte az idősebbik, megcsináljuk, hol kell a munkát elvégezni. Majd elvezetem. Gregorics egy rozsdás kulcsot akasztott le a szegről, aztán előeresztően a munkásokat kiment velük az udvarra, pedig terhére esett a járás. Jöjjek utána. Végigment a kerten, a kert háta mögött állt a Libanon. Egy kis kőházikó, két oldalas telepkel, mely tele volt ültetve almafákkal. Fölséges zamatú almák termettek itt.
Ezeknek a kedvéért vette meg Gregorics az özvegy papnétól, és a kis Gyurinak ajándékozta, mindjárt a nevére is iratták. Még itthon volt Gyuri, ő tanyázott benne Kupeckivel, azóta lakatlan volt, elhagyatott. A kis házikóba vezette Gregorics a kövéveseket, kijelölvén a helyet a kőfalban, ahová a fülkét válják, meghagyván nekik, hogyha készen lesznek, éljenek el érte, s hogy akkor elvihessék a katlant, annak a befalázásánál jelen akar lenni ő maga egész végig. Éjféle kész volt a lyuk, a kömbösek eljöttek és megkopogtatták az ablakot, Gregorics beeresztette őket, már akkor a szoba közepén állt a katlan, nem látszott a tetején semmi, csak fűrészpor, de azért szörnyű nehéz volt, alig bírta vinni a két erős kőműves. Belül volt, ami volt. Végül is mindenütt a nyomukból ment, aztán el nem mozdult addig, amíg csak be nem építették, amíg csak el nem malterozták. Ha holnap bemeszelteti az úr, az ördög se találna rá holnap után. Meg vagyok elégedve, mondta Gregorics pár, és kifizette nekik az ígért összegeket. Most már elmehetnek. Az öröbb kőművés csodálkozni látszott, hogy ilyen könnyen elresztik. Azelőtt másképp ment az eféle, mondta némi fitymálása. Olvastam is, hallottam is az ilyen dologról. Ugye azelőtt rendesen kiszúratták ilyen alkalmakkor a kőművesek szemeit, hogy ők se találhassanak többé oda, de az is igaz, hogy nem 50 forintot adtak érte, hanem 100-szor annyit. Az még a régi jó világban volt, sohajtott fel a másik. De Gregorics pár nem állott velük többé szóba, bezárta a házikó erős tölgyfajtaját, és hazament lefeküdni. Reggelre megint felléptek a gyomorgörcsök, ordított, sokat szenvedett fájdalmába, a borostyán csöppek, és a hasára rakott mustárpapír csak pillanatnyira csillapították. Rettenetesen bágyat lett, és a szemek karikáiban valami tompa, kísértetés homály jelent meg. Nyögött, sziszegett, és csak egyszer-egyszer mutatott érdeklődést a külső világ iránt. Jó ebédet készítsen, Csura, jó ebédet! Mákos csík is legyen, mert a fiú megjön délre! Egy fél óra múlva újra odaszólt Ancsurának. Mézzel legyen a mákos csík, Ancsura, mert a fiú ezt nagyon szereti, úgy szereti. Maga számára savanyú vizet kért. Folyton ivott, egyszerre felhajtott egy egész üveg savanyú vizet, nagyon jól esett neki. Rettenetes belső forrósága lehetett. Déltájban még erősebbek lettek a görcsök, vét kezdett hányni. Ancsura megijedt, sírásra fakadt, kérdezte, ne küldjön-e orvosért vagy papír. Gregorics a fejét rázta. Nem, én már kész vagyok. Minden nem rendben van, csak még a fiút várom. Hány óra most? Ottan a déli harang kondult meg a székes templomba. Ilyenkor jön meg a postakocsi az utasokkal. Ilyenkor, na, elegy mondnak a nagykónak, álljon ki a kapu elé, várja be Gyurit, és hogy behozza a táskáját, na. Ancsura kezeit tördelte kétségbeesésében. Bevallja, hogy a sürgőt nem küldte el a fiúnak. Istenem, milyen nehezen várjon. Nem merte bevallani, inkább csak folytatta az alakoskodás, hogy jó van, kiküldi Matyit, de a beteg egyre türelmetlenebb lett. Vidd ki Matyinak a tülköt, Ancsura! Egy óriási szarv lógott zöld zsinóron felakasztva a falon. Hullam bele, amikor a fiú megérkezik, hogy azzal is elébb tudja. Hát bizony, szarvat is le kellett venni és kivinni, de Ancsura mostan még kevésbé merte megvallani a mulasztását. A beteg elcsendesedett ezután, nem nyögött, nem szuszogott, hanem figyelt, föl-föl emelve a fejét a párnáról, és a fejéhez támasztott kopott esernyő nyelét megsimogatva a kezével, mintha az enyhülés szerezne neki. Nyisd ki az ablakot, Ancsura, hogy meghalljon a macskó tülkölését! A kinyitott ablakon beizonyott a napsugár, a lengedező szél mámarító akácillatot hajtott be, Bővör is beszítta, és a lelkének egy réges-régen eltömpult érzékét még egyszer fölbirizgálta a napsugár és az akácillat. Simogasd meg a homlokomat, Ancsura, a tenyereddel, lépte alig hallhatóan, ad érezzek még egyszer asszonyi kezet a testemen. Behúnyta a szemét, míg Ancsura rajta tartotta kezét a halántékán. Úgy látszott, mintha jól esne neki, hogy a feje pántok között van. Egy csepp forróság sem mutatkozott a homlokán, még inkább hideg volt és száraz, nem volt meg a bőrnek a rendes nedvessége, szinte porzott, hámlott. A beteg sóhajtott.
Nem elég sima a kezed, nem elég, el van durgulva a kezed, Ancsi ura, majd hozzátette, hanem a jócskája, hát az olyan puha, olyan meleg. Mosolygott bágyottan, és újra kinyitotta a szemeit. De mit sem hallottál? Mintha tükörne magykó. Nem gondolom, semmit sem hallok. Gregorics ingerülten mutogott a kezeivel a másik szobát. Az a kutya óra, az örgött ott, az zavar, az bosszant, állítsd meg, Ancsi ura, hamar, hamar. Egy ősi óra ketyegett a szomszéd szobában a szekrény tetején. Szép óra volt, még a Gregorics apja vette, mikor egy Szent Iványit licitált a Gömörbe. Ébenfa előcsarnokot ábrázolt, két alabástrom oszloppal, aranyos lépcső sorompókkal, és az előcsarnokban egy nagy karikájú ingaló bálódzott, az egyik fától a másikhoz tompa, recsegős ketyegéssel. Ancsi úr egy székre állott, felágaskodván megállította az ingát. Ebben a pillanatban egy hörgő kiáltás hallatszott a beállott csendben, egy idétlen, érthetetlen hang, mintha azt kiáltaná fuldokolva, hallom a tülköt, hallom! Aztán újra egy hörgés és egy zuhanás. Ancsi úr leugrott és a hálószobába rohant, már akkor minden csendes volt. Az ágy el volt öntve vérrel, és Gregorics ott feküdt meghalva, tehéren nyitott merev szemekkel. Egyik keze lelógott, és az esernyőt tartogatta görcsösen. Hát így ért véget a szegény Gregorics pár. A rokonok és a szomszédok közt gyorsan híre futott a halálának. A városi orvos gyomorfekéből származottnak mondta a halált. Ami olyat motyogott latin szavakkal megtarkítva, hogy a gyomorfa átjukott innen a véromlés, és ha előbb hivatták volna, segíthetett volna a dolgon. Boldizsárt azt, hogy csak hamar ott termett, valamint Gáspár is az összes gyerekeivel, ellenben Tanyókiné született Gregorics Mari, a megboldogultnak legidősebb fértestvére, aki nyáron falun lakott, és csak estefele értesült a szomorú esetről, kétségbe esetten ordított fel, milyen csapás, hogy nyáron kellett meghalnia, mindig imádkoztam, hogy télen haljon meg, ne nyáron, én mégis most halt meg, hát érdemes a mai világban imádkozni, Istenem, milyen csapás, az a két tolvaj mindent ellop ez alatt én előlem. Rögtön befogadott nagy lóhalálában ment, csak éjjel ért oda, amikor már Boldizsár és Gáspár átkutattak, összeturkáltak mindent, átvéve teljesen az uralkodást, még Ancsi urát is kikergették, hiába ellenkezett a jámbor lélek, hogy övé a ház, az ő nevére van írva, ő itt az úr, csak a négy fele magáé, feleselt vele Gáspár úr, azt már megkapja, minden egyébben miénk. Úgyhogy semmi keresete egy tisztáta életű személynek, takarodjék innen. Gáspár fiskális volt és bőbeszédű ember. Dehogy bírt volna vele Ancsi úrra, csak sírt, sírt. Aztán vette a kendőjét, ládáját, batyúit, és áthurcolkodott a macskó anyjához, de előbb még a holmiát is átmotozták az istentelen Gregoricsok, nem viszek össze kincseket, takarék, pénztári könyvet, és más-e félét. Almanap eltemették Gregorics párt, sovány szegény temetés volt, senki se sírt, csak a szegény Ancsúra, aki közel sem mert menni a koporsóhoz a gonosz rokonság miatt, hanem csak úgy hátul ódalgott valahol. A fiú nem jött meg Szegedről. Jobb is, hogy elkésett, mert talán még az udvarból is kilövdösték volna. De ha hátul volt is Ancsi úr, mégiscsak őt nézték. Szembe tűnt mindenkinek a nagy úrias Gregorics ház, amely őrája maradt. Még sokkal jobban. És amint véletlenül elejtette a könnyáztatta zsebkendőjét, a gyászgyülekezett valamennyi özvegyembere, köztük egy tanácsbeli, és rohant azt felemelni. A leesett kendő volt a mértéke annak, hogy ő mennyit emelkedett az emberi véleményekben a mai nappal. Harmadnap összegyűlt az egész rokonság Stolari közjegyzőnél, ahol a végrendeletet felbontották. Hát biz, ez egy kicsit furcsa volt. A Magyar Tudós Akadémiának hagyott az öreg 2000 forintot. Hagyott továbbá mindazon nőszemélyeknek, akiket jobban ismert, vagy akikhez eljárogatott valamikor, vagy akiknek udvarolt egyenként 2000 forintot, és ilyen asszonyságot név szerint 9-et sorolt fel, a hagyományozott összeget pedig 20 000 forintokban oda csatolt a készpénzben a végrendelet, ez Stolari közjegyzőt bízva meg annak a kiosztásával. A rokonok lélegzet folytva hallgattak idáig,
Boldizsár testvérben Néla Gáspár testvér az egyes tételeknél kifejezték megnyugvásukat egy fejbólintással, esetleg valami ilyen forma közbeszólással, hogy hát ez is helyes, méltányos Istennek, jól tette. Csak Panyókiné vigyorgott gúnyosan, amikor a kilenc asszony neve elhangzott. Ha-ha, de különös. Boldizsár testvér, aki azt tartotta, hogy nem érdemes a kicsinségeken fennakadni, hiszen teljes életében bolond volt a megboldogult Pali, nagy lelkűségét fitoktatva kiáltott fel, tessék tovább olvasni, közjegyző úr! A közjegyző kurtán felelte, nincs tovább. A csodálkozás felsziszenése hangzott, egyszerre a végrendelethez rohantak, az lehetetlen, a közjegyző vállat vont, pedig egy betű sincs több. Hát a többi vagyona, a csehországi uradalom, arról nem végrendelkezik. Én csak annyit olvashatok, amennyit írva vagyon. Ezt az egyet beláthatják az urak. Megfoghatatlan, örökte Gregorics Gáspár. Az egészben az a különös, vélte Boldizsár, hogy a szakácsnéjáról és annak a porontjáról nem emlékezik meg, például az egész világ belelát a szita alá. Igen, bizonyítja Gáspár, ebben valami turpiság van. Közjegyző sietette őket megnyugtatni. A végre is mindegy az uraknak, ami vagyontöblet van, az minden esetre a testvéreké. Igen, jegyzi meg Gáspár, ami az ingatlant illeti, de hol a készpénz, mert sok igen sok készpénznek kell lennie. Érek, hogy ezzel valami suskus történt. Panyókiné gyanakodva nézett a testvéreire. A kapzsi Gregoricsok. A végrendelet tartalma csak hamar kiszivárgott az előkelő helyi körökbe, és roppant megbotránkozás keltett az egyszerű praktikális szalonokban, ahol az öreg cseresznyef a zongora felett Zrínyi Miklós kirohanása van felakasztva. Ahol a szlingelt fehér kendővel beborított kis asztalkán üres belsei ezüst gyertyatartók állnak fényességnek, köztük egy pöstjénből hozott óriási pohára, pöstjéni főépület, a fürdőépület képeivel, és ebben a pohárban orgona virág illatozik. Ha ezekben a kedves kis szalonokban valóságosan pezsegtek, fortak a vélemények. Mégis csak rettenetes, amit ez a Gregoris csinált, mindig tapintatlan volt, de hogy a halála után is így kompromittáljon tisztességes úri asszonyokat, akik ősz hajjal immár unokáikat ringatják, a fele legalább ilyen, az mégis csak hallatlan. A kilenc asszonyság erkölcsi pellengére lett állítva, az egész város róluk beszélt egyik szájból a másikba ment át a nevük, s ha voltak, akik Gregoricsot szitták, olyan is akadt, aki így szólt. Végül és ki tudja, mi volt köztük. Gregorics nagy ördög lehetett fiatal korában. Sőt, azok is, akik feltétlenül elítélték Gregoricsot, milyen formán okoskodtak valami barátságnak. Mégis csak kellett lennie, hogy megemlékezett róluk, de az előjárás semmi esetre sem gentlemez, méltó, még akkor sem, ha a legrosszabbat vesszük, sőt, az esetben még nagyobb a tapintatlanság. Olyan stikli ez, mondta a városi haljegyző, Vertány Mihály, amelyet ki kellene a kaszinóból golyózni, azaz ki kellett volna. Azaz ki lehetne golyózni, de még élne. Istenemre mondom, ha oda lesz írva a sírkövére, hogy nemes ember a saját peleciruszommal vakarom le. A fonavéltárnok egyszer mind a tűzoltó parancsnok, aki becsületbeli ügyekben 20 év óta dolgozott, mint szakértő, egészen másként fogta fel az esetet. Egyszerű poltronság az egész. Miért az asszonyok? Az asszonyok csak 35 éves korukig számítanak, ezek pedig mind a 9 matrónák. Mit lehet ezeknek egy kis indiszkréció, egy kis rágalom? A rozdás acélpengén nem hagy már a lehelet semmi foltot. A hernyót is csak olyan fáról szedegetik le, ugye, amelyiknek levele, virágja van, még gyümölcse lehet, a kiszáradt fákon ott hagyják. Hanem igenis a férjeket sértette meg Gregorics, gyávaságot követett el, mivel hogy poltronság, olyan ember sértegett, aki nem képes elégtételt adni, már pedig Gregorics bátran kimerem mondani, hogy nem képes elégtételre. És ebben az egyben van elhibázva ezek. Maguk a Gregorics testvérek is jobban meggondolkozva nagy súfságot csaptak város szerte.
Mindjárt másnap reggel nagy délvel durral beállított a közjegyzőhöz Vozár István, akinek a felesége szintén közte volt az örökösöknek, és kijelentette, hogy miután az ő nejének soha nem volt semmi viszonyalma szemtelen Gregoricsal, a 2000 forint hagyatékot el nem fogadja. Amint ennek a híre is szétszaladt, rendre érkezének Stolarikhoz a többi asszonyságok, hogy ők se fogadják el az örökséget, mert ő nekik se volt semmiféle viszonyuk Gregoricsal. Stolarik úr régen élvezett annyit, mint ezen a napon, mert valóban mulatságos volt ráncos képű anyukákat látni, amint még egyszer kénytelenek fogatlanul őszhajtincsekkel nagy pironkodva erényeikről beszélni. De még mulatságosabb volt a Gregorics testvéreknek, megmaradván nekik ilyen formán a régrendelethez csatolt 20 darab ezres, már tudnéli kettőt kivéve, mert a Tudós Akadémia elfogadta az összeget, pedig neki se volt semmi nemű viszony a Gregoricssal. De a Tudós Akadémia, a 10. vénnénike, nem olyan szemérmes, mint a többi 9 volt. Ám a Gregorics testvérek öröme csak hamar savanyúságra fordult, sehogy se bírtak ráakadni a csehországi birtokra. Gáspár úr elutazott Prágába, és ott nyomozott, de hasztalan. Már itthon is feltűnt, hogy sehol semmiféle nyomot nem találtak az iratok között a cseh uradalmakról, adásvételi okmányt, vagy csak valami gazdasági levelet, amit gazdatiszt írt volna. Megfoghatatlan volt ez. Boldizsák káromkodott, ilyesmi még elő nem fordult a világon. Stolarik közjegyző humorizált. Az a bolond tenger csinálhatja a konfúziót, amit Shakespeare Csehországba tett. Az nyerhette el a Gregorics birtokot. Tajtékoztak a dűtől, toporzékoltak, elzárással fenyegették Macskót és Ancsurát, ha ki nem vallják, hol vannak a csebirtokok. Végre a hagyatéki tárgyalásnál ki is hallgatták erre a pontra nézve a két cselédet, hiszen a Macskónak tudni kell, együtt járt az úrral, amikor a csebirtokaira utazott. Macskó aztán vallott is, hogy a megboldogult ura csak ide-oda híresztelte a csehországi utat, de voltak éppen Szegedre vagy Kolozsvárra jártak, ahol a Gyuri fiú tanult. Ó, a csalafinta Gregorics Pál, hogy becsapta a szegény rokonait. Nem volt most már nehéz kitalálni, mibe sántikált a végonosztevő, de ki fogja annak a csontjait még a föld is vetni. Miért tette alattomba pénzi az összes fekvőségeit? Itt van a magyarázat. Világos, hogy ennek a fattyúnak akarta juttatni kéz alatt a bécsi ház és a földbirtokok árát. De hát odaadta-e? Azt már csak mégse tette, hogy egy tacskóra 100 000-eket bízzon? Hát akkor hová tette? Kinek adta? Ez volt a nagy rejtély, amely után szimatoltak a Gregoricsok. A közjegyző, aki utoljára beszélt a boldogulttal, azt állította, hogy előtte egy betű említés sem tett semmi pénzről. Ancsóra Menyereföldre esküdözött, hogy egy árva garas pénze sincs, s maga is el volt keseredve, amiért üres kézzel hagyta őket. Bizony nem mondhat jót a megboldogultról. Szerencsétlenné tett azt a szegény fiút, bőkezően költött rám igét, s most egyszerre kiapott a jólét forrása. Az újfiból, akinek mentort tartottak, lesz két adódiák lesz, mert nem bizonyos, hogy a házi jövedelméből képes lesz az egyetemre küldeni. Vérte Stolarik, hiszen ha az lett volna a célja, hogy a fiú kapja meg az összes pénzét, nyíltan is neki ajándékozhatta volna. Az urak nem tehettek volna ellene semmit. Igaz vagy nem? Bizony igaz volt. És éppen azért tűnt fel megmagyarázhatatlannak és rejtélyesnek az egész dolog. A bécsi házat eladta Gregorics 180 000-ért, a Privaraci birtokot 75 000-ért, ami összesen egy 250 000 forint. Uram Isten, hát hová tette a rengeteg pénzt? Aranyra váltja, felolvasztja, skanállal leszi azóta, még akkor se bírta volna elpocsékolni. De Gregorics takarékos volt, a pénznek tehát meg kell lennie valahol. De hol? Meg lehet ennek a találgatásába bolondulni. Nem látszott ugyan valószínűnek, hogy a pénz Ancsúránál legyen, vagy a fiúnál, vagy Stolariknál, aki Vibora Gyuri gyámja lett. A Gregorics testvérek mégsem mondtak le ennek a lehetőségéről, s kémeket fogadtak, akik titkon ügyeljenek Ancsúrára, s elejtett szavait megvigyék. Valamint Pesten is találtak egy ügyes fickót, aki az időközben jogásznak oda került Gyurival barátságot kössön,
és életmódjából, szavaiból leszűrje a dolgok miben létét. Gyuri azonban szegényesen élt, szorgalmasan hallgatta az egyetemi előadásokat, a hét bagolyba lakott, egy kis olcsó vendéglőbe étkezett a Képírő utcába, mely az első április címet viselte, egy kis vendéglő jogász publikumával egyike volt azoknak a specialitásoknak, amelyeket különös felánksággal nyelt el a modern élet. Étlapján le volt festve egy kövér úriember, aki szóba áll az utcán egy sovány alakkal, s alattuk a következő párbeszéd volt lenyomtatva. Soványi úr, ugyan hol étkezik a bácsi, hogy ilyen pompásan néz ki? Kövéri úr, hát itt, az első áprilisban. Soványi úr, hely, akkor én is oda megyek. Ennek dacára azonban mégis rosszul főztek az első áprilisban, s talán éppen a felültető párbeszéd által volt indokolt a vendéglő elnevezése első áprilisnak. Ja, a régi kocsmárosok őszinték voltak, még a hazudtak is olyan ártatlanul tették, hogy mindenki értse a csalapintaságot. A Gyuri napi életéről valóságos buletinek érkeztek Gáspár úrhoz. Egy kávémérésben reggelizik, délelőtt az előadásokon van, délben megebédel az első áprilisban, a délutáni órákban egy ügyvédi irodába körmöl, este egy kis szalonnát vagy túrót vacsorázik, amit a Szatócstól vesz, aztán tanul egész éjfélig, mindenki szereti, magasztalja, jeles ember lesz belőle. A ravasz Gregorics Gáspár már szinte azt kezdte óhajtani, hogy bárcsak nála lenne a 4 millió, és bárcsak elvinné idővel az ő lányát. Igen, vagy el is venni a Minkát, aki most kezdett átformálódni rügyből bimbónak. Lehetett, hogy 11 éves. Ostoba föltevés volt, az Ancsúráik kezén nem lehetett pénz, mert lett volna látszatja egyben másba legalább a fiúnál. Ancsúra bérbe adta az örökölt házat, s annak a béréből küldözgetett Stolarik úr a Gyurinak 30 forintot havonként. A Gregorics testvérek pedig megosztoztak az asszonyok által visszautasított 18 000-en, meg azon néhány százon, ami a Gregorics pár bútorainak és mindenféle ingó-bingóinak elárverezéséből befolyt. A többi vagyonnak pedig végképp nyoma veszett. Az egész város törte ezen a fejét, és különböző ostobaságokat gondoltak ki. Beszéltek, hogy az öreg kiküldte a pénzét Klapkának, és egyszer csak meglássátok, visszahozza Klapka szuronyok alakjába. Olyat is locsogtak, hogy Gregorics pának valahol a lopatai erdőségben egy tündérkastélya volt, és abban egy szép asszonyt őrzött. S ha ő nem bírta volna evőkanállal se megenni a vagyonát, aranyra felolvasztva, bezzeg egy szép asszony kávéskanállal is ki tudta szörpölgetni elég rövid idő alatt. De a tereferék közül az a valóság ütötte meg a rokonok figyelmét legjobban, hogy hát ami a kolompárostól jött ki, hogy Gregorics Pál a halála előtti napon egy nagy üstöt vétetett nála, és azt ki nem fizette, tehát Gáspár úrnál jelentkezett az a számlával. Gáspár a homlokára ütött, 1000 villám! Az az üst nem volt a hagyatékban? Átnézte az árverési jegyzőkönyvet, ahol az eladott tárgyak fel voltak írva, de az üst nem volt közöttük. Nyomon vagyok, vigyorgott Gregorics Gáspár. Az üstöt nem hiába vétette az én szerelmes öcsém uram, de hát miért vétette? Hogy valamit beletegyen. De hát ez a valami az, amit keresünk. Boldizsárral is közölte gyanúját, Boldizsár újjongott örömében. Az Isten újja testvér, most már hiszem, hogy megtaláljuk a kincset. Bali valahova elásta az üstöt, hogy a pénzt elvonja tőlünk, és sikerült volna is, ha el nem követi ezt a tökfilkóságot, hogy a katlan árával adós marad, de éppen ez a szerencse, az ilyen tényeknél igen, hogy a gonosztevő mindig elhibázza valamibe. A kolompáros visszaemlékezett, hogy az üstöt Nagykó Inas választotta ki és vitte el, Gregorics Gáspár tehát meghívta egy nap a Magykót, megvendégelte, itatta, szépszerűvel kikérdezgetvén a boldogult utolsó napjait, beleszőtte ravaszul az üstöt, amelynek árát most kéri a kolompáros. Hát ugyan mi van ebben az üsttel, fiam Magykó? Csak ugyanaz urad rendelte volna, szinte hihetetlen.
Nyilvánvaló lett volna ez neki. Félek, Magyko, hogy te magad jártál valami turpiságban urat számlájára. Éppen csak ez kellett a Jámbor Magykónak, oda az ő becsületébe gázoljanak. Elvágták ezzel a nyelvét, mint a szajkóét. Elmondott sorjában mindent, a tisztaságát bizonyítandó. A halál előtti napon azt parancsolta neki az úr, Gel is nekem gyorsan egy üstöt, két kőműveszt. El is kerítette azonnal, hogy ezt a fele történt a dolog. Az üstöt bevitte a Gregoricsó állószobájába, a két kőműveszt ugyanakkor beeresztette az úrat. A két kőműveszt is látta az üstöt, tanúskodhattak róla. No, mondta Gáspár úr vidáman. Szerencsés ember vagy, Magyko. Hiszen a tanúid vannak a dolog, hát akkor szüret. Akkor a te becsületed olyan tiszta, mint a frissen szűrt tej. Én magam is visszavonom a szavamat, ennyi. De sokért nem adom, fiacskám, hogy ilyen szépen kiváltad magad ebből a hinába. Na, ilyen még egyet ebből a bikavérből. Na, ne arra ugye hebe ugye beszédem én, mert látod, indokolt volt a gyanú, az üstöt sehol nem találjuk az ingóságok között. És a kolompáros mégis kéri az árát, azt mondja ugye, hogy te vitted el. Hát hova is tüntette tulajdonképpen? Vagy kovállat volt, azt az Isten tudja. És te nem láttad volna ezután többé? Nem én. Hát a kömüvesekkel. Mi lett? Mit csináltak a kömüvesek? Azt nem tudom. Gregoricz Gáspár gúnyolódva nevetett a Magyko szeme közé. Olyan vagy, mint a nem tudom János a mesébe. Az is azt mondta minden, hogy nem tudom. Természetesen azt a két tanút se tudod, ugye? Akik az ártatlanságot bizonyítanák az is dologban. A barátom okoztál, benne maradsz a mártásba. Csak hogy ismerem ám az egyiket. Hogy hívják? Hiszen a nevét tudnám. Hát akkor mit ismersz rajta? Három szőrszál van az orrán. Ostobaság, hát azóta lenyilathatta. Akkor is rátalálok az ábrázatáról, amit egy bagolyé. Hol szedted fel azt a két kőművest? A székes templom falát tatarozták, onnan hittem őket. Gregoricz Gáspár mindent kiszedett a Magyko fejéből, ami értékes volt benne, és most már égett a föld a talpa alatt, s legott nyakába vette a várost, nagy sebben lobbal keresni a kőművest, akinek három szőrszál van az orrán. Nem volt nehéz ráakadni. Az első kőművesi körben, amint a három szőrszál felül tudakozódott, egyszerűen hárman is felelték. Hát az bizony a Prepelica András lett. Annak a bajusza tette meg azt a nevezetes tréfát, hogy felszaladt az orra hegyére. Most aztán gyerekjáték volt megtalálni Prepelicát. Minden kőműves és téglát adogató gyerek tudta, hogy most Pestet építi, valahol a Kerepesi úton dolgozik egy nagy házon. Bizony nem sajnálta Gáspár úr a fáradtságot, legott kocsira ült, és a fővárosig meg sem állva ott a tótok közt megkeresni Prepelicát. Éppen egy csigán húzták fölfelé a harmadik emeletre, amikor meglátta. Gregoricsnak megborzongott a háta ijettébe. Jaj, ha most a csiga leszakadna. Ó, oh, oh, Prepelica! Kiáltott utána. Megálljon, éppen magát keresem. Beszélni velünk van együtt. Jó, jó. Felelte közömbösen a kőműves. A jöttet vizsgálva onnan a magasból. Jöjjön, hát felbeszélgetni akar. Maga jöjjön le, mert sürgős a dolog. Kiáltsa fel, ide is meghallom. Azt nem lehet, négy szem köz kell beszélni minden áron. Jó vagy rossz? Írtott a Prepelica magasból. Nagyon jó! Nekem jó? Magának jó. No, ha nekem jó, este is jó lesz. Várjon bele! Igen, este majd lejövök, de most a legfelső ablakot csinálom. Ne okoskodjék! Jöjjön le rögtön! Nem bánja meg! Azt se tudom, kicsoda az úr! Majd mindjárt megüzenem! És a legközelebbi csigával feküdött a magasba Prepelicának egy ropogos 10 forintost. Egy forintot kapott, aki kivette. Erre a vizitkártyára azon módon lecsapta a Prepelica kalapácsot, meg a malterozó kanalat az állványra, és a legközelebbi csigával lejött a zeneföldre, ahol Mózes és Krisztus óta is folyton történnek csodák. Parancsoljon velem a tekintetes úr! Kövessem! Akár a pokolba is, tekintetes uram! Olyan messzire nem megyünk, szólt Gregoricz Gáspár mosolyogva. És valóban a Kakas című kocsmába vitte, ahol bort hozatott, és barátságos kocintgatás közben így szólt hozzá nyájasan. Tud-e maga beszélni, Prepelica? Prepelica elgondolkodott, ugyan miről lehet szó.
Hosszan fürkészen nézett az ismeretlen ember acélszürke apró szemeibe, aztán így felelt óvatosan beszélni, a Szajkó is tud, uram. Én Besztelce bányáról való vagyok, úgy no, hát ott derék emberek laknak. Csak ugyan, mintha már láttam volna az uraságot valahol. Ez nyilván a testvéröcsém volt, akit látott, szólt közben Ravaszú Gregorics. Tudja, akinél az üstel volt az a titokzatos dolguk. Az üstel. Prepelit a szája, nyitva maradt a meglepetéstől. Az az öccse volt? Úgy hát értem, azaz, hogy zavartam, kezdte vakarni a fületövét. Miféle üstől van szó? Uramisten, ha én minden katlant és serpenyőt eszembe tartanék, amit életemben láttam. Gregor is el volt készülve egy kis alakoskodásra, nem is hederített rá, és megkínálta szivarra a preperizát, aki azt megnyálaszta előbb, hogy lassabban égjen, aztán rágyújtott, és a nagy szögletes könyvesi ceruzájával egykedvűen dobolt az asztalra, mint egy olyan ember, aki véletlenül rájött, hogy eladó portékája van. Érzi, hogy megjött rá az igazi derült. Most már csak legyen flegma, minél több flegma, és a portéka ára mesésen megnövekszik. Szíve hangosan dobogott a fehér kakas, mely egy rámába ott függött a zöldre mázolt boros asztal felett, megelevenedni látszott az ő káprázó szemeibe, és mintha közbe-közbe kukorék volna is egyet. Jó napot, Peperica András, kikiriki, megtaláltad a szerencsét, Peperica András. Hogy azt mondja, hogy nem emlékszik az üstre, Peperica? Hát, olyan bolond embernek néz engem, hát úgy nézek én ki. Egyéb iránt jól teszi, Peperica, jól teszi, magam is talán azt tenném, de ugye nem rossz ez a borocska. És hordószaga van, uram fia, hiszen nem lehet neki a hágyszaga. Az meg egy üveggel, fickó, azt már legyen a pokolba hagy magunkra. Hát igen, hol is hagytuk ennek izén, nem. Azt mondta az imént, hogy a Szajkó is tud beszélni. Helyes szó volna, igaz beszéd maga okos ember, Peperica. Mindebből látom, hogy emberemre akadtam, és én azt szeretem, hamar megértjük egymást. Hát igen, a Szajkó is tud beszélni, úgy értette, de csak ha a nyelvét felvágják, ugye? Hát ugye így értette? Mondta a kövűves. És a három szőrszál mozogni kezdett az orrán, amit nagy lélegzetet vett rajta keresztül. Azt is tudom, folytatta Gregorics Gáspár, hogy a Szajkó nyelvét bicskába szokták felvágni. De minthogy maga nem Szajkó, Preperica, nem, hebegte Preperica szemérmetesen. Bicska helyett tehát két bankóval vágom fel a nyelvét, ezzel letett 200-ast a bőrtlár szájából maga elé. A kövőves szeme mohón tapadt a csoda ingerű két papírdarabra. A két mesztelen kölyökre a szélein, buzakévé tart az egyik könyvet a másik, majd kidüllett a szemek Prepericának, úgy nézte, de azért leküzdötte magát, és így szólt rekettes tompa hangon. Az üst nagyon nehéz volt. Borzasztó nehéz volt az üst. Egyébként nem jutott eszébe, pedig keresett valami szót még, miközben egyre nézte a bankókat, és azokat a kedves gyerekeket a bankókon. Neki is van otthon, vagy 6 darab, de azok nem olyan kedvesek. Na mi az, Preperica? Kérde Gregoris csodálkozva, még mindig hallgat? Nagy kő lenne a lelkiismeretemen, ha beszélnék. Sohajtott a kőműves, nagyon nagy kő lenne, meg lehet el se bírnám. Ostobaság, ugye ne beszéljen zöldeket, kő, egész életében kövekkel dolgozik, és most azon kell siránkozni, hogy kő lesz a lelke, a cipelje. És nem kívánjatál, hogy 200 forintot adjak, és ne követ, hanem egy meleg cipót tegyek a lelkére. Ne legyen gyerek, Preperica! Preperica elmosolyodott erre, de a piszkos vörös kezeit tüntetve hátra rakta. Annak jelei, hogy nem akar a pénzhez nyúlni. Talán keresni? Egy hangot se felelt. Merven nézett maga elé, és a haját borzolta. Egy beteg kakadóhoz hasonlított, és egy darab idő múlva felhajtott a fennékig a poharat, olyan erőteljesen vágta az asztalra, hogy a talpa menten eltört. Tudarság! Fakott ki keserűen. Szegény ember becsülete 200 forint, pedig az Isten egyformának teremtett bennünket. Nekem is olyan becsületet adott, mint a püspöknek, vagy a adványi bárónak, de az úr mégis 200 forintra tagsálja az enyémet, szóval gyalázott. Gregorics erre a trónkra
a maga trompiát vágta ki. Jól van, Prepelica, nem kell azért mizet megharagudni, olyan drága a becsülete, keresek én olcsóbbat. Ezzel visszatette a 200-ast a nadrágé zsebébe. A másik kömüvet keresem fel, a pajtását. Kivette a penicillusát, megcsendítette vele a palackot. Fizetek? Prepelica elnevette magát. No. Hát már ne is szóljon a szegény ember. Persze, hogy a másikat keresi fel. És az nem olyan becsületes, mint én vagyok. Hát persze. Kedvetlenül vakargatta a tarkóját, mert egy mérges kelés égtelenített. Hát jó van. Legyen hozzá az úr. Még egy 50-est, és mindent elmondok. Isten neki, megvan az alkó. Prepelica most már körülményesen elbeszéltem az utolsó éjszaka történetét, miként vitték el az üstöt az udvaron, a kerten át egy piciny házikóba, a Libanonba. Sziszegte kényel Gáspár úr, és az üstöke is csapzott az izzadságtól a porony házikójába. Elmondott mindent, miképp került oda a másik társával egy este, hogyan vitték az üstöt a kisházba, hogyan állt őt Gregorics Pál, mindaddig, amíg a közfalba beépítették, Gáspár úr izgatott kérdéseket tett közbe. Nehéz volt az üst? Roppant nehéz volt. Nem látta senki, mikor az udvaron keresztül visték? Egy lélek se. Mindenki aludt a házban. Élvezetten nyerte a kövőes minden szavát, tüdeje tágult, a szeme csillogott, gondolatai a jövőbe száguldottak, ahol elképzelte magát gazdag embernek, töménytelen kincsek urának, néktán báróságot is vehet. Báró Gregorics Gáspár. Nem is rossz. Ha minka pedig barodesz lesz. Ez a szamár Pali nem tudja használni a vagyonát. Sokat gyűjthetett, nem? Igen. Nagyon sokat. De nagyon takarékos volt a marha. Mit adott az öcsém maguknak? 50 forintot egynek-egynek. Igen, helyes, nagyon helyes. Szinte kő esett le a szívéről, csak 50-50 forintot adott nekik a Pali. Attól kezdett félni, hogy ezreket dobott oda a hallgatásukért. Mert bántotta volna, hiszen az ő kára lenne ez most, mert a Libanon az övé lesz. Minden áron az övé lesz. Üstöstű, mindenestű. Holnap mindjárt megveszi egy ámtól. Előre kéjelgett a gondolatom, miképp főzi le boldizsát. Igen, és panyókinét. Amilyen gyorsan csak lehetett, otthon termett, le se szállott a háza előtt, hanem Stolarikot hajtott egyenest, azzal az ajánlattal, hogy meg szeretné venni a Libanont. Így hívták a megboldogult pap kúriáját, amelyet Gregorics Pál Vibra Gyurinak vett meg a pap özvegyétől. A megboldogult tiszteletes egyetlen beszédet sem mondott a szószékről, hogy ne említette volna benne a Libanon cédrusait. És amikor a kis tagot megszerezte, maga is cédrusokat próbált tenyészteni a kertben az almafák között. De a jámbor besztercei föld ellene szegült, megfojtotta őket, nem adott nekik táplálékot, az istentelen besztercelyek pedig merő csúfságból elnevezték a kedves kis birtokot Libanonnak. Stolarik úr nem mutatott semmi meglepetést. Libanont akarja megvenni? Csinos, gyümölcsös és szépen hajt. Az idén is egy előkelő bécsi vendéglős vette meg az összes almákat, el se gondolná milyen áron. De hogy jut önnek eszébe a Libanont megvenni? Házat szeretnék ott építeni, egy nagyobb házat. Hát az efféle eladásokkal mindig baj van, mondta Szolari hidegen. A tulajdonos kiskorú, sok ilkafirkával jár az árveszékhez. Én örömestebb hagyom a dolgot úgy, ahogy van. Ma holnap a fiú végez, nagykorú lesz. Csináljon aztán az ő kis svarkájával, amit tud. Még szemrehányásokat tenne nekem. Nem, Gregorics úr, én nem bocsátkozom ebbe. A fiúnak végül is a saját kis birtok ez a viskó. És ez a két hold, ugye, hát ott töltötte a gyerekéveit. De ha nagyon megfizetném, vágott közben Gregorics úr izgatottan. Stolarik úr kíváncsi lett. Mit nevez ön nagynak? Mit szándékozik érte adni? Hát adnék érte, és itt egyszerre fuldokló köhögés fogta el, vörös lett, mint a skarlátposztó, adnék érte 15 000 forintot. Hát, az csinos összeg. Gregorics Pál 5 000 forintért vette meg a papnétól, a földje két hold, meglehetősen kívül esik a piasztól. 3 forintnál többet nem igen ér öle, a házikó értékét tegyük 2000-re, de ez már a maximum.
Hát az ajánlat nem kedvezőtlen, sőt, hát ugye, mint Gregorics úr tette hozzá hirtelen elhatározással, én belemegyek a dologba a fiú érdekébe, de előbb még írok neki, és beszélek az anyjával is. De nekem sürgős a dolog. Még ma írok hát a fiúnak. Gregorics úr nem erőltette tovább, nehogy gyanút keltsen, hazament, és harmadnap délután egy kis hordocska tokai bort küldött Stolariknak, a Gregorics páltól örökölt borokból, melyeken megosztoztak. Kérdeztetvén egyszer, mint hogy nincs-e még válasz Pestről. Szolarik úr azt üzente, hogy minden órába várja a választ, és hogy köszönje a becses küldeményt, olyat is mondott még a Gregorics úr pincemesterének, aki a bort vitte, hogy reméli, simán lefolyik minden. Hogy a bor fog-e lefolyni, vagy valami egyéb, azt nem tudta a pincemester. Alig, hogy elment a pincemester, nyomba jött a levél, Gyuri beleegyezett az eladásba. Stolarik úr éppen a segédjét akarta küldeni a hírrel Gregorics Gáspárhoz, amidőn megnyílt az irodaajtaja, és belépett rajta a pocakos Gregorics Boldizsár. Szuszogva, mint egy túlságosan megtömött lúd, látszott rajta, hogy sietve jött. Tessék helyet foglalni, Gregorics úr, mi jót hozott nekünk? Sok pénzecskét, sok-sok pénzecskét hoztam, lihegte, még ki se fújva magát. Az éppen el kell a háznál. Meg akarom venni ennek az árvácskának azt a kis földecskét, a Libanont. Boldizsár úr híres volt a mézes mázos beszédjéről. A Libanont? Kiáltott fel Stolarik meglepetve, és magába dörmögte a többit. Mi az ördög lelte ezeket? Majd fennhangon felelte. Talán a bátyja számára? Nem, a magam számára veszem. Nagyon alkalmatos, kis jószágos, csinos, kedves. A fölséges kilátás, azok a pompás alvafácskák. Igen, különös, valóban különös. Egy van olyan különös? Kérdez megütődve. Mert éppen van rá már egy vevő. A csigavér, nem engedjük neki a rokon, mégiscsak rokon, és végre is többet adok érte, mint az a másik. Az bajjal hiszem, vélekedik a gyám. Az eddigi vevő 15 000-et kínál. Boldizsárnak még a szemöldöke se rándult. Nem te semmit, megadom érte a 20-at. Csak aztán jutott eszébe, hogy biz, az 15-öt se ér, és nyugtalan kíváncsisággal fordult a gyámhoz. 15 000-et kínál. Ki lehet az a bolond ember? Hát bizony a Gregorics úr testvére, Gáspár. Mint amikor taglóval homlokon ütik az ökröt. Úgy megtántorodott erre a névre Boldizsár úr, holt halaványon rogyott a székre. Ajkai mozogtak, de semmi hang nem jött rajta. Stolarik azt hitte, hogy a szél érte az öreg urat. Rohant ki, eszeveszetten vizét, segítségét kiáltozva, de mire visszatért a szakácsné, valaki ilyetében magával hozta a metéltnek való tésztagyurmát is. Már akkor a magához tért Boldizsár úr, és mentegetőzni kezdett, elszédültem. Egy kicsit sokszor vannak ilyen rohamaim, öreg vagyok, más az emberi gépezet tökéletlen. Évilen térjünk a tárgyalát, hát igenis megadok érte 20 000 forintot Libanonért. Ki is fizetem, ha kell, mindjárt. Stolarik elgondolkozott. Nem lehet ezt ám olyan gyorsan csinálni. Az árvaszék beleegyezése szükséges előbb. Még ma megteszem a gyámi előterjesztést. Be is adta még aznap, hiszen a gyámfiú valóságos ternót csinál. Miközben váltig azon gondolkozott, vajon miért törik magukat a Gregoricsék a Libanon után. Valami okának kell lennie. Hát, ha aranyér van a Libanon gyomrában, néha nem lehetetlen, hiszen az Árpádházi királyok is itt turkáltak eleinte, nem Selmecbányán. El is határozta, hogy mindjárt holnap közli a gyanúját Drottler István nyugalmazott bányamérnökkel, az, amilyen nagy tudós, ha beereszti a fúróját a földbe, okvetlenül kivallja neki, hogy mi lakik benne. De mielőtt még elmehetett volna a mérnökhöz, másnap jött Gregorics Gáspár tudakozódni, van-e már levél? Stolarik némi zavarba volt, a levél megjött, igen, megjött a levél, de valami más is történt, új vevő akadt, aki 20 000 forintot ígér a Libanonért. Valóságos mennykőcsapás volt ez Gáspár úrra, az lehetetlen. Érdekte. Csak nem. Boldizsár? De éppen Boldizsár. Gregorics Gáspár dühös lett, káromkodott, mint egy kocsis. Ajka reszketett a felindulástól, és hadonászok útjával, mint hogy éppen az ámbitosan történt a beszélgetés, leütötte a Stolariknél önadsága egyik virágcserepét, amelyben ritka, szép hiacintusz példán virágzott. Ó, oh, agazember, sziszegte a fogai között.
Aztán bambán nézett maga elé a levegőbe, szinte egy negyed óra hosszáig, ami alatt félig hallhatóan tűnődött. Hogyan tudhatta meg? Megfoghatatlan. Pedig nem a jámbor eszi volt, a jámbor preperica könnyen megtudott annyit a besztercei illetőségi munkásoktól, hogy Gregorics Pálnak, akinél az üstöt falaszták, több testvére is él még. Ha már most az egyiknek megért a titok 250 forintot, bizonyosan megad érte valamit a másik is. Minél fogva Prepelica András vasútra ült, és felkereste Beszterce bányán Boldizsár urat. Nincs ebben semmi megfoghatatlan a világon. Ha csak nem megfoghatatlan az, hogy Prepelica András nem szamár ember. Ó, a gazember, ó, a gazember, hajtogatta egyre szenvedélyesebben. Nem lesz az övé, azért se lesz. Én veszem meg a Libanont. 25 000 forintot adok a Libanonért. Sztolarikor mosolygott, hajlongott, dörzsölgette a kezét. Aki többet ad, azé lesz. Ha az én birtokom volna, állanám a múltkori szavamat 15 000-re. De mert amit egy férfi kimond, hogy az ki van mondva. Egy férfi szava vas. De miután a birtok egy gyereké, egy gyermeknek az érdekeit nem szabad agyonnyomni, még az eféle vassal sem, nem, nem. Nem találni Gregorics úr, hogy ez egy igen szép mondás tőlem. Gregorics Gáspár beismerte a mondás szépségét, újra meg újra szavát vett a Stolariknak, hogy neki adja a birtokot, tehát valóságosan megvasalva távozott. De mit ért? Stolarik úr még ugyanaznap este találkozott a kaszinóban Gregorics Boldizsárral, és egy csöppet sem titkolta, hogy Gáspár úr ma megint nála járt, és újabb 5 000 forinttal ígért többet a Libanonért, mint ő. Boldizsár úr ezúttal egy csöppet se jött ki a sodrából, hát legyen 30 000 forint. És ez a bolondos licitáció így folyt napokig, hogy már az egész város kezdett figyelmes lenni rá, megőrültek el Gregoricsok? Vagy pedig valami más fogantyúja van a dolognak? Jött Gáspár, 32 000-et ígért, meghallotta ismét Boldizsár, ráígért 3 000 forintot, és így tovább, tovább, hogy már a hajuk szála kezdett égnek meredezni az embereknek a rettenetes vetélkedésnél. Az árvaszéki elnök szándékosan késleltette az eladási engedélyt, hadd nőjön a birtok értéke, csak hadd nőjön. És nőtt is egészen 50 000 forintig. Ennyit ígért már Gregorics Boldizsár, és még tudj Isten, hol fognak az eszeveszett testvérek megállni, ami pedig annál csodálatosabb, mert Drottler bányamérnök, aki a felmerült körülmények folytán csak ugyan tett a Libanonon Stolarik megbízásából fúrásokat, kereken kijelentette, hogy a Beszterczei föld gyomrába egy uncia arany sincs, arra megmeresküdni, kivévén talán azt, amit az asszonyi fogakon beletemettek. De hát, ha kőszén van a Libanon alatt, az sincs, akkor hát valaki bolondá tette a Gregoricsokat. Mindegy, akármi viszi őket, az az egy bizonyos, hogy a Gyuri fiút nagy szerencse érte, amit illendő a gyámnak kihasználni, az utolsó cseppig. A szőlőszemeket csak akkor dobják a törkő közé, mikor már semmi nezd nincs bennük. Aki hallott olyat, hogy akkor hajítsák el, amikor még magoktól csepegnek. Sztolarik úr tehát hagyta a versengést. A férfi szava ugyan vas, de az arany előtt a vasnak is be kell adni a derekát, itt pedig ugyancsak hullott az arany. Már éppen azt várta, hogy Boldizsár 50 000 forintját hogy üti le 52-vel, mikor egyszerre Gáspárnak támadt egy ötlete. Gáspár sokkal okosabb és furfangosabb volt. Gáspárnak ugyanis feltűnt, hogy Panyókiné a harmadik testvér nem mozog. Honnan van ez? Miért van ez? Hát az csak úgy lehet, hogy Panyókiné nem tud semmiről. S Prepelica András neki nem adta el a titkot. Prepelica ebben is elárulta, hogy nagyon okos ember. Mert ha Panyókinénak is eladja vala a titkot, akkor az ő szerepe végképp lejár. Így azonban a két férfi testvér, aknázván ki az üst belsejét, örökös adófizetője lesz, hogy a harmadiknak ne szóljon.
Mindezt ekképp állítván fel elméjében Gregorics Gáspár nagy ostobaságnak kezdte tartani, hogy ők ketten Boldizsára, az egész világ hahotájára szórják oda vagyonukat a törvénytelen poroncsnak a Libanonért, és ezzel a harmadik testvér egy gyanúját is felkelthetik. Ez bizonyos immár, hogy akármelyikük szerzi is meg a Libanont, a másik baj csinál neki az üst miatt. Nem volna-e tehát olcsóbb és célszerűbb, ha közösen vennék meg, közösen bontanák fel a kincset rejtő falat, féken tartván Prepelica nyelvét, egész hallgatagon raknák zsebre a megboldogult pál kincseit. Na már bizony százszor okosabb lenne. Gáspár tehát egy szép napon megbékült Boldizsárral, és Stolarik úr nagyot csodálkozott, mikor a rákövetkező napon benyitott hozzá Boldizsár úr, és kijelentette, hogy visszaveszi szavát. És Libanon megvételére nézve meggondolta, aludt rá egyet, egy kis számadást csinált, és belátja, hogy 50 000 forintot nem ér meg. Semmi az, gondolta Stolarik úr, majd megveszi 48-ét Gregorics Gáspár. Alig várta, hogy találkozzon vele, hogy legott felszólítsa a szerződés megkötésére. Gáspár úr azonban vállát vonogatta. Ostobaság volt tőlem, mondta hanyagul. Itt már rögött a fejemből, mint egy rossz álom. Köszönöm, kedves Stolarik úr, hogy mindjárt akkor nem fogott a szavamon. Most már bele nem megyek az ördögbe, és 48 000 forintért csak nem egy uradalmat lehet venni. A gyám kétségbe esett, azt hitte, hogy a húr feszítésével ő rontotta el a dolgot, érezte, hogy az egész város nevetni fogja ügyetlen sáfárkodását, szemrehányással halmozza el majd Gyuri, igen, ha felnő. Rohant hát Boldizsár úrhoz, s felajánlotta a Libanont 45-ért. Boldizsár azt felelte kurtán a tokaját akargatva, hát bolondnak néz engem az úr. Stolarik lóhalálában nyargat Gáspárhoz. Nem bánom, nóta, adsa meg a Libanot 40-ért. Gáspár csendesen rázta a fejét. Hát talán csak nem ettem. Baszlagot. Most újra megindult a licitálás, de már lefelé. Kínálta 35-30-ért. 25-ért, míg végre a sok mindenféle herce utca után valahogy rájuk sózta 15 000 forintért. Közösen vették meg, és közösen iratták a nevüket a telekkönyvben. Aznap, mikor átvették a gyámtól a kis házikó kulcsát, bezárkoztak abba ketten, csákányokat ivő magukkal a köpenyegük alatt, amint az a későbbi tanúvallomásokból kiderült, és természetesen, hogy mindjárt akkor felbontották az üstöt rejtő falat, de hogy mit találtak az üstben, azt egész bizonyossággal sose lehetett megállapítani, bár éppen ez volt a fő kérdés a Gregorics pörben, melyel egy évtizedig vesződött a Besztelce bányai királyi törvényszék. A pör ugyanis aképpen kezdődött, hogy Prepelica András egy pár hónap múlva megjelent a Gregorics testvéreknél, és részt követelt a kifarazott kincsből azzal a fenyegetéssel, hogy különben mindent elbeszél Panyókinénak. A Gregoricsok dübe jöttek, amint meglátták. Megcsalták az ember, te is cinkosa voltál annak a megholt zsiványnak, aki ki akart fosztani a holta után a fattyú kölyke javára. Igen, azt akarta, hogy drága pénzen vegyük meg a kaibáját. Azért tettetek ócskavasat szöget a katlamba. Jó, hogy ide jöttél, majd mindjárt kikapod a részed a kincsből. Ezzel felkaptak egy-egy furkósbotot, s pif-puf, úgy elverték a jámból Prepelicát, hogy az rögtön futott az orvoshoz, hadd vegyen írásbeli mappát a hátát átszeldelő két vonalakról. Aztán futott Krekics János tyúkprókátorhoz, írjon egy gyönyörű panaszkodó instanciát magához a királyhoz, Bécsbe, a Gregoricsok ellen. Akik egy esztei kiszolgált káplát merészkedtek így csúfát enni. Ha a király nem szégyelli, jegyzi meg Prepelica prókátornál, én ugyan nem szégyellem, mert ketten voltak ellenem. Harmadik megtorlásul pedig nyomban fogadott egy szekeret, mert nem bírt gyalogolni az összetört csontjaival, és elvitette magát Varecskára, ahol Panyókiné lakott, elbeszélvén előtte, egész őszintén mindent, elejétől kezdve végig. Így kezdődött aztán a roppant Gregorics pör Panyókiné felperessége alatt, mely az egész felvidéket foglalkoztatta több mint 10 esztendeig. Egy légió tanút kellett kihallgatni, és az akták idők múltával 73 fontra nőttek.
hagyunk inni az üst létezését, befalazását és a két Gregorics rossz hiszeműségét bizonyította, többre nem bírta vinni, a Gregoricsok és ügyvédeik ellenben a halott családságát vitatták, aki szeget és ócska vasat rakott az üstbe, hogy őket bolondát egyes kifossza. Mint hogy a halottnak nem volt se ügyvédje, se protekciója, végre is ő maradt benne csávában. De valószínű is, hogy ő csinálta a gonosz tréfát a szegekkel, ócskavasokkal, ő hagyta nekik örökül furfangosan, előre kieszelve a végzetes pört, amely csak akkor ért véget, mikor már mindegy volt, hogy kiveszti, kinyeri, mint hogy egyiknek sem maradt semmi vagyona. Az a 73 font papíros és 5-6 ügyvéd megette mindenüket. A Gregoricsok rendre elhaltak valamennyien szegénységben. Hírük egyre halványodék, csak a prókátorok emlegették néha Gregorics Pált. Ez egy roppant teszű ember volt. Hanem hogy a vagyona hová lett, azt senki se bírta eltalálni. Pedig volt, sok volt, de nyoma tűnt, és nem lett senkié. Azaz, hogy mégis örökölték a mesék. Ezek rendelkeztek vele szabadon, fogyasztották, gyarapították, tették ide, tették oda, ahova nekik tetszett.